A kálvinista apologetika mostani beszélgetését ti tettétek lehetővé. Ha támogatni szeretnétek a csatornánkat, csatlakozzatok a Patreonos közösségünkhöz, és látogassátok meg a patreon.com/kálvinistaapologetika oldalt. Minden egyéb infó a leírásban. Sziasztok, én Nagy Gergely vagyok, ez pedig itt a kálvinista apologetika, és majd olyan témában láthatok majd beszélgetést Paksi Dániel filozófussal, amely téma már többször előkerült itt a csatornán is, önálló videó és vita keretében is, ez pedig a fizikalizmus, illetve a dualizmus kérdése. És ebben a témában, illetve ezen a területen egy köztes álláspontot képvisel Dániel, az úgynevezett emergentizmust. Írt is egy cikket a Fizikalizmus gyenge lábakon címmel, és ez alapján, a cikk alapján, illetve Dániel gondolatai alapján szeretném, hogyha megismernétek egy olyan nézőpontot, olyan álláspontot, ami kicsit különbözik attól, amit a vitákban hagyományosan megszokhatunk, és amik általában elő szoktak kerülni, hogyha az ateizmusról, a materializmusról, a fizikalizmusról, illetve a dualizmusról van szó. De mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, szeretném megköszönni a Patreon támogatóinknak, illetve a Patreonos közösségünknek, hogy lehetővé tették azt, hogy létrejöjjön ez az adás, illetve a sidedesign.hu-nak, aki ezt a videót is támogatta. És arra biztatnálak benneteket, hogyha értékesnek találjátok a tartalmainkat, akkor támogassatok bennünket ti is úgy, hogyha megtehetitek, akár havi egy kávé árával, mindent ehhez megtaláltok a leírásban, illetve szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy könyvet is tervezünk kiadni jövő tavasszal, Ésszerűség, Tudomány és Isten címmel, amiben a csatornánkon található tudományhoz, filozófiához és Istenhez, illetve az ateizmushoz kapcsolódó beszélgetésekből olvashattok majd kivonatokat, illetve exkluzív interjúkat láthattok majd Orosz Lászlóval, Puzsér Róberttel, Boldogkai Zsolttal is, Szalai Miklóssal. Hogyha ezt a könyvkiadást szeretnétek támogatni, és aláírt példányt is szerezni ebből, akkor azt is megtehetitek, szintén a linket berakom a leírásba, érdemes csatlakozni a támogatókhoz, különböző extra tartalmakért is. Szóval Dániel, köszöntelek és örülök, hogy itt vagy és elvállaltad ezt a beszélgetést. És mit kell tudni rólad? Ugye a BME-n vagy egyetemi adjunktus, a Filozófia és a Tudománytörténet tanszéken, és egy nagyon érdekes dolgot írtál le magadról, illetve több érdekes dolgot is írtál le magadról, mint ami téged jellemez. Ugye történelem és filozófia szakos, illetve végzettségű filozófus vagy, és a célkitűzésed a kultúra és az evolúció, kultúra evolúciós magyarázata, de azt mondod, hogy nem vagy a hagyományos értelemben vett bölcsész, de hiszel abban, hogy bármiféle tudomány alapja a filozófia. Ugye ez a tudósok, illetve a természettudósok körében általában nem túl népszerű vélemény, de mit értesz ez alatt, és hogyan jellemeznéd akkor egy picit részletesebben magadat, illetve azt, amit te képviselsz, és hogyan látod a filozófia és a tudomány kapcsolatát, hiszen ez majd szorosan a kötődni fog a mai beszélgetésünkhöz. Hú, hát ez egyszerűen nagyon sok kérdés volt. Honnan kezdjük? Kezdjük onnan, hogy ki vagy te, és hogyan látod a filozófia szerepét a világ megismerésében, és a természettudományos megismerésben. Hát szerintem rólam nagyjából elég most itt annyit tudni, hogy eredendően történelem és filozófia szakot végeztem az ELTE-n, és utána a BME-n, az ottani tudománytörténet, tudomány filozófia doktori iskolában végeztem, tehát a PhD minősítésem szerint én tudománytörténész és tudományfilozófus vagyok, de én azt gondolom, hogy maradjunk inkább csak egyszerűen, hogy filozófus, a hagyományos értelembe vett filozófus. Nem kísérleti filozófus, mint ahogy Newton nevezte magát, hanem inkább elméleti filozófus, de hasonló módon filozófus. És akkor ezzel már is megvilágítanám azt, hogy egykor a 20. századig a lehető legtermészetesebb dolog volt az, hogy a tudomány és filozófia azok nem hogy szoros kapcsolatban állnak egymással, de hát gyakorlatilag elválaszthatatlanak. Tehát Newton sose nevezte volna magát tudósnak, hanem filozófusnak nevezte volna magát. Ez egy 20. századi fejleménye a tudománynak, hogy a filozófiát és a tudományt, legalábbis a filozófiát, mint hagyományos értelemben, ugye manapság a filozófia is átalakult ennek a megkülönböztetésnek köszönhetően. Tehát egy hagyományos értelemben filozófiát, amit a görögöktől kezdve a 20. századig műveltünk, azt élesen elválasztjuk attól, amit most és akkor szűk értelemben természettudománynak nevezünk. Tehát ez egy teljesen új elképzelés, és sokszor ezt igazából így a közéletben,
érdeklődő emberek nem teljesen vannak tisztában ennek a mibenlétében, ennek a jelentőségével. Tehát, hogy ma, tehát, hogy hallgatunk természettudósokat, például YouTube-on is beszélni, és fölmerülnek valódi filozófiai kérdések, amelyek mindig fölmerülnek, mert valójában az embereket filozófiai kérdések érdeklik, akkor mindig elhatárolódnak attól, hogy jaj, nem, ez valami szörnyű metafizika, és akkor most ezt a kifejezést használom, hogy megvilágítsam, hogy ők mit értenek klasszikus filozófia alatt, tehát ezek a lényegi filozófiai kérdéseket kell ez alatt érteni, és akkor ezektől így elhatárolódnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ő szemléletükbe nem fér bele, ez a poszt-einsteini tudomány gyakorlatilag, és de persze utána ők is arról kezdenek el beszélgetni, hogy mi a tér, mi az idő, mi az anyag, mi az élet értelme, amik mind-mind filozófiai kérdések valójában. Valójában kevés olyan filozóf, vagy fizikus, vagy bármely más természettudós van, aki tényleg következetesen veszi azt, hogy a filozófia annak semmi köze a tudományhoz, és a tudomány az ténylegesen filozófia nélkül kell, hogy működjön. Most ők azok a következetesek, akik ténylegesen azt fogják mondani, hogy hát mi az, ami létezik? Hát az, ami létezik, hogy a kísérletünk eredménye pozitív, akkor azt mondjuk, hogy az a dolog, amit vizsgáltunk, létezik. Ha a kísérletünk eredménye negatív, de hogy egyébként a valóság az micsoda, hogyan épül fel, hát arról nem a természettudomány szól, tehát ők azok, akik ténylegesen, nagyon következetesen tartják magukat ahhoz, hogy az élet kérdéseire, amelyek mindannyiunkat valójában érdekelnek, azokra a természettudomány nem tud választ adni, és nem is akar választ adni. A természettudomány csak az a feladata, hogy bizonyos, specifikus, nagyon jól körülhatárható, exakt problémákat kísérletekben még mélyebben feltárjon, és utána ezekre adjon valamiféle eljárást, hogy aztán ezeket a kísérleteket a gyakorlatban hogyan lehet ténylegesen olyasmikre alkalmazni, amiből mindenki profitálhat. És csak ennyi kell, hogy legyen a természettudomány, és akkor innentől kezdve, ha bárkit bármilyen nagy kérdés érdekel az ember eredetéről, vagy bármi hasonló, az már mind filozófia, meg teológia és hasonlók. De hát ugye valójában ez egy szűk kisebbség, akik ténylegesen ennyire következetesen követik ezt a fajta elválasztását filozófiának és természettudománynak, mert hát valljuk be, a gyakorlatban valójában annak ellenére, hogy a természettudósok mindig kihangsúlyozzák azt, hogy a filozófia az nagyon más, és az egy nem jó dolog, azt most már magunk mögött hagytuk, ennek ellenére valójában filozofálnak. És pont ezért, illetve abból, amit elmondtál, következik nagyon sokak számára, laikusok és természettudósok közt egyaránt találunk ilyeneket, hogy aki tudományos világképet képviseli, illetve tudományt művel, az kizárólag fizikalista lehet, hiszen a kísérletek és a megfigyelések útján soha nem jött még ki semmi más, és nem is ilyet ki semmi más, mint az, hogy az anyag létezik egyedül, és ez az egyetlen szubstancia a világon. Mégis te ebben a vitában, illetve ebben a kérdésben pontosabban más álláspontot képviselsz, mint amit hagyományosan mondjuk egy ateistától meg lehet szokni. Azt egyébként megkérdezhetem, hogyha nem titok, hogy az ateista, agnosztikus, teista tengelyen te hova helyezed el magad? Ha el tudod egyáltalán. Határozottan ateista vagyok. Nagyon határozottan ateista vagyok. Igen, csak hogy ne legyen félreértés, mert hogy a beszélgetésünk további részében majd sokszor úgy fog tűnni valószínűleg, főleg a más ateistáknak, vagy fizikalistáknak, akik ezt a kettőt nem tudják elválasztani, hogy nem vagyok az, de meggyőződésem, hogy nincs Isten, pont. Tehát ateista vagyok. Igen, ez azért is kérdeztem meg, mert egyszer, amikor idén tavasszal nálatok a filozófiai tanszéken tartottam egy előadást online, és hát ott idézőjelben keményen megfettél azért, mert összemostam az ateista, fizikalista és a materialista fogalmakat, mondvá, hogy nem feltétlenül kell materialistának vagy fizikalistának lennie egy ateistának, sőt ez a két fogalom, hogy materialista és fizikalista nem is feltétlenül felik egymást. Úgyhogy ezért is különösen érdekes a te álláspontod, hogy ugye ateistaként nem gondolod azt, hogy pusztán, egyedül csak és kizárólag az anyag létezik, de nem is vagy dualista olyan értelemben, hogy ha jól tudom, az immateriális léleki, vagy akár egy Isten létében te nem úgy hiszel, mint ahogyan például Richard Swinburne vagy a teisták klasszikusan. Igen, immateriális lélekben természetesen hiszek, mert ha nem hinnék, akkor materialista lennék. Igen.
Csak Csak nem ugye úgy, nekem mint az, mi. hogy a lélek az nem materiális, az nem jelenti azt, hogy bármi ilyen értelemben Isten képmása lenne, vagy Isten lenne. Igen. Ez a különbség. Tehát, hogy most ezt nagyon egyszerűen, még picit egyszerűen ebből a lélek fogalom felől megközelítve, akkor nyilván lehet hinni a klasszikus dualista álláspontban, alapvetően egy halhatatlan lélekben hiszünk, ami valamilyen értelemben isteni eredetű, nyilván a különböző elképzelések azok lehetnek különbözők, de ez a lényeg. A materialisták meg abban hisznek, hogy nincs lélek. Én ezzel szemben pedig abban hiszek, hogy van egy halandó lélek, amely egy evolúciós fejlődés eredményeképpen jön létre, mind az egyet fejlődés során, mind az ontológiai fejlődés során. Tehát azt kell ez alatt érteni, hogy amikor egy emberi élőlény genetikai értelemben megszületik, tehát kialakul egy zigóta, és beágyazódik a méhbe, ennek a zigótának még nincsen lelke, hanem egy egyetfejlődés során jutunk el oda, mire egy egészséges felnőtt lesz valakivel, hogy lesz egy szép, érett, egészséges lelke, amely majd, amikor a test elpusztul, vele együtt el fog pusztulni. Ez az álláspontnak ilyen értelemben a lényeg, és nyilván ez az, amihez egy régen ismert közhelyszerű dolog, hogy az, amit itt az egyetfejlődés során megismerhetünk, azt a törzsfejlődés, egy ontológiai érés során is megfigyelhetjük. Tehát, hogy nem igazán lehet még azt állítani, hogy egy nagyon primitív prokaryotának 4 milliárd évvel ezelőttről lenne lelke. Nyilván ezzel csínyen kell bánni, mert valamilyen értelmi rendszer közben már azt fogjuk mondani, hogy minden életnek van egy picit lelke, de most ebben nem menjünk bele, most azért ne legyünk ennyire megengedőek, mert akkor csak összemossuk a dolgokat, hanem egy fejlődés során, tehát az a lélek, amit már tényleg egy érett léleknek veszettünk, vagy egy fejlett léleknek, az már egy igen fejlett élőlényekhez kell eljutnunk ahhoz, hogy arról beszélhessünk, hogy mondjuk 500 millió évvel ezelőtt már vannak olyan fejlett élőlények, amelyek az esetében már valami lélek csíráról, vagy kezdetleges lélekről beszéltünk. Tehát így kell elképzelni ezt az álláspontot. És ugye nagyon fontos, hogy ez a lélek immateriális, tehát ez nem anyagi természetű, különben nem lenne lélek. Igen, az fontos, hogy elmondtad, illetve akkor hadd hangsúlyozzam, és javíts ki, hogyha tévedek, hogy a klasszikus dualista állásponttól abban különbözik a te nézőpontod, illetve az emergentisták nézőpontja, hogy a lélek az alapvetően nem Isten képmása és nem halhatatlan. Mert hogy ugye az, hogy Igen. mikor alakul ki a lélek mondjuk a fogantatáskor, vagy a fogantatás után, mondjuk az anyaméhben 7. hónapban Richard Swinburne álláspontja szerint, vagy ezt tartja a legrációsabbnak, az belefér egy klasszikus dualista elképzelésbe is. Itt az Isten képűség és a halhatatlanság az, amiben te különbözöl, és a nézőpontot különbözik. De elhangzott itt már több fogalom is, és talán akkor induljunk ki innen, illetve onnan, hogyha egy mondatban kéne definiálnod azt, hogy mit jelent az emergentizmus, amit te képviselsz, akkor ezt hogyan tennéd meg? Hogyan tudnád ezt összefoglalni? Hit abban, hogy egy fejlődő univerzumban élünk. Hit abban, hogy az evolúció gyermekei vagyunk. Hit abban, hogy az univerzum egy végtelen szingularitással kezdődik, és azóta egy folyamatos kozmológiai, biológiai, kulturális fejlődésen megy keresztül, amelyet nagyon jól megtapasztalhatunk. Azt gondolom, hogy a tudományos tények az elmúlt 100-200 évből egyértelműen egy ilyen fejlődő univerzum képet támasztanak alá, és hát ennek a folyamatnak a része az is, amit az előbb a lélek kapcsán beszéltünk, ami nyilván egy specifikus állomása ennek a fejlődésnek. Bizonyos értelemben persze nekünk a legfontosabb. Ebben a keretben akkor definiáljunk három, illetve négy fogalmat, illetve azt szeretném, hogyha ezeket így fel tudnád tenni a táblára, hogy azok is értsék majd, hogy miről lesz szó, akik esetleg nincsenek annyira elmélyedve ebben a témában. A fizikalizmust, a dualizmust, az emergentizmust, amit már részben érintettük és definiáltál is, illetve a lélek fogalmát. Szóval mondjuk, ha a fizikalizmust kéne definiálni, hogy általában tulajdonképpen azt szokták erre mondani, vagy én azzal találkoztam leggyakrabban, hogy fizikalisták úgy gondolják, hogy az anyagon kívül, ami ahogy a maga a fizikai világ része, nem létezik semmilyen más szubstancia. Ezt el tudod fogadni, illetve látsz-e különbséget a fizikalizmus és a materializmus között? Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben nem. Tehát itt a értelmeket, ez mindig nagyon fontos, hogy lássuk különböző nézőpontokat, mert abból értjük meg ezeket az árnyalati különbségeket. Alapvetően a két álláspont között nincs különbség. Tehát mind a kettő abban hisz, hogy minden anyagi természetű. Alapvetően mind a kettő egy filozófiai álláspont, tehát ilyen értelemben a materializmus igazából a helyes kifejezés, mert ez egy őszinte filozófiai megnevezése annak, hogy igazából, ha materialisták vagyunk, miben hiszünk.
Ugye a fizikalizmus egy kicsikét már elmossa a dolgokat, mert ugye azt a látszatot kelti, mintha ennek köze lenne a fizikához, mintha köze lenne a természettudományhoz. Ez nyilván ebből fakadóan ez én életem egy tekintély érv, egy nagyon erős tekintély érv, hiszen a 20. század óta azért a legtekintélyesebb intézmény ma már a tudomány. Tehát nyilván fizikalistának lenni, az sokkal jobban hangzik, és sokkal meggyőzőbbnek hangzik, miközben persze a fizika a története nagy részében egyáltalán nem volt fizikalista. Tehát a nagy Newton egy abszolút dualista volt, aki még magán a fizikán belül is konkrétan dualista, nem anyagi dolgokkal magyarázott jelenségeket. Tehát, hogy azt gondolni, hogy a fizika és a fizikalizmus azok összetartoznak, ez ténylegesen, történetileg, meg filozófilag sem igaz. Tehát ez a megnevezés inkább egy ilyen érzetet, egy ilyen látszatot kelt. De nyilván ki is akar fejezni egy olyan fajta meggyőződést, tehát van ennek, most én egy negatív oldalról világítottam meg a jelentését, egy pozitív jelentése is, hiszen azt is ki akarja fejezni, hogy azért az a fajta materializmus, amit a természettudósok és a természettudomány akar képviselni, az mondjuk nem egy dialektikus materializmus, mint ugye a klasszikus marxistáknak a materializmusa, azért el lehet különíteni a különböző, tehát hogy a materializmusok között is vannak különböző materializmusok. Tehát ilyen értelemben világos, hogy a természettudósok között többségálláspontként lévő materializmus, az nem dialektikus materializmus, hanem mondjuk fizikalista materializmus, és akkor ezt a jelzőt lehet arra használni, hogy ténylegesen megkülönböztessük ezt a ma. És nyilván ez nem ugyanaz a materializmus megint, mint a 18. századi francia felvegesedben sem a meglévő materializmus. Tehát, hogy ezek között vannak különbségek, ez teljesen igaz, tehát így kell elképzelni a fizikalizmust, hogy nem szeretem a megnevezést, pont azért, mert azt a látszatot kelteni, mint hogy bármi köze lenne ennek a filozófiai álláspontnak önmagában a tudományhoz, vagy a tudomány legitimálhatná egy filozófiai álláspontot, mert ez nem így van. De tehát én is, amikor használom esetleg ezt a kifejezést, akkor mindig arra gondolok, hogy alapvetően a természettudósok és az angolszász analitikus filozófusok körében legnépszerűbb álláspont, mint a materializmus egyik típusa. De igazából ez már ilyen specifikus dolog. Tehát én azt gondolom, hogy akik nincsenek benne a szakmában, jobb, hogyha egyszerűen megmaradnak a materializmusnál, mert úgysem az árnyalati különbségeken van a hangsúly. A lényegét tekintve minden materializmus alapvetően ugyanazt akarja mondani, hogy csak anyag van. Tehát minden, ami az anyagon túli, az transzcendens. Tehát már azt a megfogalmazást is, hogy te kérdést feltetted, egy fizikalista nyelven fogalmaztál, amit én megint nem szeretek, mert a világ nem fizikai. Jó, a fizika az fizikai, de a fizika az egy emberi eszköztár, az egy sajátságos hagyomány, amellyel a természetet megismerjük. A természet, mint olyan, az vagy materialis, hogyha a materialistáknak van igaza, hogyha a dualistáknak van igaza, akkor van egy nagyon erős kettős természete, ha az emergentistáknak van igaza, akkor pedig igazából pluráris, tehát igazából több különféle természete van, és akkor itt már nyilván az emergentisták között is lesznek különbségek, mert már ők sem fognak feltétlenül egyet érteni abban, hogy pontosan akkor hogy is kell meghúzni ezeket a határokat. Nyilván nagy vonalakban azért van egy alapvető egyetértés, tehát én személy szerint a téridő, anyag, élet, lélek, vagy kultúra, itt nem, nyilván kultúra a lélek nem ugyanaz, de hogy alapvetően az ugyanaz a szellemnek a világa. Tehát én személy szerint ezt a négy alapvető nagy szintet tartom helyesnek megkülönböztetni. Miért nem mondhatná azt azzal kapcsolatban, amit elmondtál a fizikalizmusról, a materializmusról, a Newtonról és a fizikáról egy egyszeri tudomány iránt érdeklődő materialista ateista, hogy persze Newton még dualista módon állt például a fizikához és az egész és a természettudományhoz, amit művelt, de ma már odáig fejlődött a természettudomány, hogy tulajdonképpen ezt a szemléletet meghallottuk, elvetettük, és rájöttünk, hogy az anyag nem csak a legalapabb és legelemi szubstanciája a világnak, hanem az egyetlen szubstanciája is, mivel a tudósok nem találtak a mikroszkópok alatt semmit, ami nem anyagi, ezért a, tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a tudomány nem dualista, hanem fizikai. Tehát ezt mindig elfelejtjük, tehát hogy a természettudományos módszert azt eleve az anyagnak a megismerésére találták ki. Tehát ne csodálkozzunk, hogyha valami, ami a mikroszkóppal, most leegyszerűsítem, nyilván ez picit ennél bonyolultabb, de most a lényegre szeretnék rámutatni. Tehát ne csodálkozzunk, hogy a mikroszkóppal nem találjuk meg azt, miközben a mikroszkópot eleve nem arra találtuk ki, hogy mást is megtaláljunk, mint az anyagot. Tehát persze, hogy csak az anyagot fogjuk vele megtalálni.
Tehát, hogy itt ez is nagyon fontos, hogyha a tudományos gyakorlatból indulunk ki, hogy ténylegesen a tudományos gyakorlatban valójában mi úgy műveljük-e a tudományt, hogy csak az anyag létezne, akkor erre is egyértelmű válasz. Nem, egyáltalán nem ez a helyzet. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy mit mond a tudományos gyakorlat, hogy milyen filozófia álláspontot támaszt alá, az egy külön kérdés, mint az a kérdés, hogy egyébként az viszont egy teljesen igaz állítás, hogy elmélet, tehát nagyon fontos megkülönböztetni a gyakorlatot és az elméletet egymástól most a tudományon belül is. És csak a természettudományról beszélek most egyelőre. Tehát, hogy a természettudósok, persze, van egy nagyon általános meggyőződés, egy materialista meggyőződés, hogy elméletben nekünk mindent úgy kellene csinálnunk, hogy csak és kizárólag anyag van, de ez a gyakorlatban egyáltalán nem igaz. A gyakorlatban, például a biológiában a legtöbb dolgot, amit csinálnak, azt úgy csinálnak, mintha valójában az élet alapvetően más természetű lenne, mint az anyag. Ezt tudom, hogy néha nehéz, mert ugye nem vagyunk gyakorló tudósok, és valószínűleg ennek a műsornak a hallgatóink között nagyon kevés gyakorló tudós van. Sőt, ráadásul a gyakorló tudósok is, amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy mi a helyzet, mit gondolnak a világról, mint olyanról, akkor nem arról fognak beszélni, hogy mit csinálnak a gyakorlatban, mert ez nem lesz releváns, hanem a meggyőződésről, a filozófiai meggyőződésekről fognak beszélni, aminek megint semmi köze nem lesz a konkrét tudományos gyakorlathoz. Tehát, hogyha a tudománnyal, mint olyannal akarjuk alátámasztani azt, hogy az egyértelműen más sem lehet, mint fizikalizmus, vagy helyesebben materializmus, akkor az igazából nem fog menni, hogyha a tudományra, mint gyakorlatra gondolunk. Okay? Ha a tudományra, mint elmetre gondolunk, vagy pontosabban fogalmazva, arra gondolunk, hogy a tudósok ma elmeti szinten mit gondolnak, akkor ez egy abszolút igaz állítás lesz. Tehát a tudósokban nagyon erősen megvan a materialista elköteleződés. De még egyszer, ez alapvetően egy filozófiai, elméleti dolog, és nem a konkrét gyakorlatból, mint olyanból fakad, mert a konkrét konkrét tudományos gyakorlatból hát bizony nagyon más következtetéseket is le lehetne vonni, mint ahogy le is vontak 100 évvel ezelőtt, és ki tudja, lehet, hogy 100 év múlva maguk a tudósok is nagyon más következtetést fognak majd levonni. Tehát ezért mondom, hogy ezek valójában filozófiai kérdések. Hogy miben hiszünk, hogy mit gondolunk a valóságról, mint olyanról, és a természettudományos módszerton, amit alapvetően egy specifikus anyagnak és mechanikus kölcsönhatásoknak a vizsgálatára találtak ki, leginkább ugye Galilei, aki meghatározta azt, hogy ez végül is milyen irányba menjen. Hát ez egy specifikus dolog volt, mondok akkor egy másik példát, hát az élettudományokat igazából soha a gyakorlatban soha nem művelték úgy, mintha ténylegesen igaz lenne a materializmus. Ráadásul, amikor a biológia megszületik, tehát még Darwin előtt vagyunk, a Darwin előtti 100 évben a modern biológia az határozottan nem materialistaként születik meg. Tehát elvi szinten is abszolút nem a materialista álláspont érvényes, amikor a modern biológusok Arisztotelés szemben. Tehát, és ugyanez még egyszer Newton esetében is igaz. Tehát, hogy eredendően a newtoni paradigma és a newtoni fizika sem volt materialista, bár ott sokkal inkább a Galilei-féle módszernek köszönhetően sokkal jobban bele van kódolva az, hogy egy ilyen irányba menjünk el. Ez a biológiával eredetileg egyáltalán nem így volt. Tehát ennek egy nagyon gyökeres fordulatnak kellett bekövetkeznie az 1800-es évek második felében, egy nagyon erős filozófiai teoretikus fordulatnak, hogy ez megváltozzék, és az addig abszolút nem materialista modern biológia, az szépen lassan egy materialista biológiává alakuljon át a 20. század első felében. Tehát azt mondod, hogy ez a paradigmaváltás viszont elsősorban nem a természettudományos megismerés, hanem különböző filozófiai előfelvetések, elvetése, illetve felvétele miatt történt meg, vagy történik meg. Ami a jövőben is lehet, hogy újra. Ez mindig így történik. Jó, akkor a dualizmus, ugye az arról is szót ejtettünk viszonylag talán egyszerűbb meghatározni. Ugye az anyag mellett létezik egy másik szubstancia, és ugye ez dualista felfogás, ami egy halhatatlan immateriális lélek. Tulajdonképpen a dualisták álláspontja ez. Ezt így el tudod fogadni? Persze. Jó, akkor jön az emergentizmus, ahol te már említettél több mindent, de az egyik tanulmányodban azt írod, hogy egy olyan fejlődési ívet vázolnak fel az emergentisták, ahol van az anyag, amiből létrejön az élet, amiből létrejön valamiféle immateriális
tudat vagy lélek. De mégis akkor az emergentizmus definíciójaként akkor tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy többféle, ahogyan te mondtad, pluralista, többféle szubstancia van, hogyha ha lehet így nem, fogadni, nem, nem, nem tehát hogy szubstancia. ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy persze, tehát hogy nyilván emergentistek is használják ezt a kifejezést, csak most ugye a szubstanciát abban az értelemben használjuk, hogy van egy olyan alkotó, jól körülhatárolva meghatározható alkotóelem, amiből a dolgok felépülnek. Ez az alapvető hagyományos filozófiai jelentése ennek a kifejezésnek. És a dualistáknál világos, hogy van két ilyen alkotóelem, a materialistáknál világos, hogy van egy ilyen alkotóelem. De az emergentizmusban egyáltalán nem így gondolkodunk. Tehát amikor egy emergentist szerző a szubstancia fogalmát használja, nagyon más értelemben használja. Ezért mondom, hogy inkább ezt emergentizmus esetében ne használjuk, hanem pont az dolog lényeg, hogy van egy fejlődés, mert a szubstancia fogalmában benne van, az alkotóelem fogalmában, ugye mint az atom fogalmában is eredetileg, ugye ez az egyik érv, hogy miért vagyunk ma már fizikalisták és nem materialisták, mert hát rájöttünk, hogy az a materiális alkotóelem, az atom, az mégiscsak felbontható, és igazából kvantumok vannak, és nem pedig atomok, ami nyilván egy fontos különbség, de hogy ha a kvantumokat ugyanúgy materialistának gondoljuk, akkor attól még ugyanúgy materialisták fogunk maradni, tehát a filozófiai értelemben az égvilágon semmi nem változik meg ettől. Viszont ha azt gondoljuk, hogy a természet egy fejlődésen megy keresztül, tehát igazából nincsenek ebben az értelemben adott szubstanciák, hanem az van, hogy elindulunk valahonnan, nyilván különböző szerzők most nem teljesen ugyanazt mondják, én az eredeti koncepcióhoz tartom magam, mert azt gondolom, hogy az a legjobb, tehát a Samuel Alexander féle koncepció, ő határozottan azt állítja már az 1910-es években, hogy a valóság az eredendően egy végtelen szingularitás. Tehát, hogy alapvetően a valóság egy végtelen szingularitással kezdődik, ebből jön létre először, hangsúlyozom, hogy ezt a 10-es években mondja. 10-es években. Jó? Tehát, hogy a filozófiai alapon, tehát nem azon az alapon mondja, mint fél évszázaddal később a fizikusok egy teljesen más nézőpontból jutnak el a hasonló következtetésre. Tehát, hogy egy végtelen szingularitással kezdődik maga a valóság. Ebből bontakozik ki először a téridő. Tehát az első létező, ilyen értem a téridő. De ez sem egy olyan létező, amely szubstancia abban az értelemben, hogy ez mindig volt, mindig lesz, minden ebből épül fel. Nem, pont az a lényeg, hogy egy fejlődésről van szó. És a téridő kibontakozása az, hogy létrejön az anyag egy következő stádiumban. Tehát időnként megtörténik az a furcsa kvantum jelenség, hogy csak úgy a téridőből egyszer csak így kipokkannak különböző anyagi részecskék, mint azt egyébként tapasztaljuk is azóta. És utána szintén a létrejövő anyag aztán olyan komplex, különböző anyagi rendszereket hoz létre, mint a földi evolúciós rendszer, amely egy nagyon specifikus teret hoz létre. És ez az evolúciós rendszer, és ez a bizonyos specifikus tér az, ahol az emergenciának egy újabb szintje tud és nyilvánul is meg. És meg létrejön ebben a specifikus térben, ez a specifikus materiális közegben maga az élet. És innentől kezdve az élet megint egy fejlődő, egy új dolog, és ez is maga fejlődik tovább. Tehát ha meg akarom mondani azt, hogy az emberi lélek az igazából hogyan jön létre, akkor ugyanezt a logikát kell tudnunk követni, vagy tudjuk követni, hogy létrejön a életben olyan komplex neurális rendszer, amely egy olyan specifikus új teret hoz létre, és olyan kapcsolatokat hoz létre a környezettel, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy az emergencia folytatódjék. És ezáltal ebben a térben is megtörténik ez az előrelépés, a valóságnak egy újabb, olyan eleme jön létre, ami korábban egyáltalán nem létezett. És ezért mondom azt, hogy ez nem szubstancia, hiszen ez eddig nem volt, és nyilván, hogyha fogjuk ezt a teret, és felszámoljuk, tehát a testet úgy, ahogy van, megsemmisítjük, akkor meg fog semmisülni az a valami is, ami ebben a specifikus térben új létezőként emergált. Ugye az emergens eredetileg azt jelenti, hogy kiemelkedik. A legjobb magyar fordítás az a kiemelkedik. Tehát, hogy az életből kiemelkedik, konkrétan a neurális rendszerben az, amit tudatnak, vagy léleknek, vagy az angol szászok inkább elmének szeretik hívni, mindnak, tehát amit elmének szoktunk nevezni. Ez az a bizonyos elképzelés, és nyilván az elképzelésben benne van az is, hogy lehet, hogy most itt tartunk, de ez a folyamat nem áll meg. Az persze, hogy hová fog menni, mi pontosan ugyanannyira nem tudhatjuk, mint ahogyha megkérdezünk egy hangyát arról, hogy ugyan már az emberi elme, a realitás elmélet kapcsán milyen fajta következtetésekre fog jutni. Hát pontosan ugyanannyira nem fogunk tudni választ adni arra a kérdésre, mint hogy a hangya se fog erre a kérdésre választ adni, hogy vajon mi fog majd jönni utánunk.
Ez azt hiszem világos, ahogyan leírtad, és a lépcsőfokok is eléggé elválaszthatók egymástól. Viszont akkor az utolsó kérdés, az utolsó fogalom ezzel kapcsolatban az az, hogy az a lélek maga. Tehát hogy te hogyan definiálnád a lelket? Ugye az orosz Lászlóval folytatott vitánkon Szászló is többször feltette nekem, én említettem, hogy ezt legalább olyan nehéz definiálni, mint az élet kifejezést, vagy az anya kifejezést. Mégis körül tudjuk írni, vagy tudunk adni rá egy megközelítő definíciót. Te hogyan fogalmaznád meg a lélek, illetve a tudat definícióját, vagy ezt a kettőt te egynek tartod-e? Itt megint ugye árnyalatbeli különbségek vannak. Nyilván ugyanannak a jelenségnek a tudat egy más részét emeli ki, mint a lélek, meg az elme is. Tehát ezek persze mind a szellemről, szerintem a szellem kifejezésen általánosabban használni, ezek mind ugyanarról szólnak. És hát hogyan tudnám definiálni ezt? Ezt szerintem nem a definíció a legjobb szó, ez nem matematika, és nem is fizika, hanem az a legjobb szó, hogy nyissunk ki az elménket, és éljük át azt a tapasztalatot, hogy én döntöm el, hogy most fölemel a kezemet, vagy nem. Én döntöm el azt, hogy most elmegyek inni. Érzékelem és tapasztalom azt, amikor veled beszélek, hogy az egyáltalán nem olyan, mint egy kővel ülni szemben. Tehát, hogy azok a tapasztalatok, azok a nagyon nyilvánvaló tapasztalataink, amelyek az emberhez kapcsolódnak, az emberi gondolkodáshoz, az emberi szabad akarathoz, az emberi szeretethez, és akkor még nyilván lehetne számos ilyen az emberre jellemző a dolgot felsorolni, hogy ezeknek a tapasztalatoknak az összessége, vagy inkább helyesebben fogalmazva a lényege az, amit a lélek fogalom ki akar fejezni. Tehát, hogy valójában itt, tehát amikor Orosz László azt mondja, hogy ő nem tudja, mi az a lélek, akkor valójában pontosan tudja, hiszen neki is megvannak ezek a tapasztalatai. Azért mondja, hogy ő nem érti, hogy te miről beszélsz, mert ugye van egy olyan fajta sajátos, materialista hagyomány, amelyben ő felnőtt, és egy természettudományos gondolkodás, amely eleve úgy definiálja a tapasztalatot, hogy ezek a tapasztalatok, amik neki is ugyanolyan nyilvánvalóan léteznek, azok meg se jelennek. Hiszen a természettudományos módszerrel, ezekkel a tapasztalatokkal nem lehet mit kezdeni, ez nem csoda, tehát a Galilei szánt szándékkal úgy alakította ki a természettudományos módszert és kutatást, az kimondottan nem ez volt a célja. Jó? Tehát ezen ne lepődjünk meg, hogy az, amit a természettudósok tapasztalatnak tekintenek, az egy teljesen más, mint az a tapasztalat, amivel mi rendelkezünk a saját lelkünkről. De ez is egy ugyanolyan, nagyon világosan, tehát hogy ha nem tanítottak meg bennünket a természettudományos, materialista iskolában arra, hogy hogyan hagyjuk teljes egészében figyelmen kívül a tapasztalatainkat arra, ami a lélek, akkor valójában teljesen természetesen érteni és világosan tudni fogjuk, hogy miről beszélünk, amikor a lélekre gondolunk. És azért mondom, hogy ez fontos, hogy nem matematika. Ugye a fizika az gyakorlatilag matematika, nagyon matematizált, ott nyilván nagyon világos, exakt definíciók működnek. A szellem esetében ezek a definíciók, ezek nem lehetségesek, mert nem olyan a természete a dolgoknak. Jó? De ez már a biológiában is így van. Nem lehet exakt módon definiálni azt, hogy mi például egy oroszlán. Ennek nincs olyan matematikai exakt definíció, és nem is lehetséges, mint amilyen a mint egy elektronnak van. Egyszerűen abból fakadóan, hogy itt más természetű létezőkről beszélünk. És ugye még a biológia esetében elég jó taxonómiai leírásokat tudunk adni, messze azok sem lesznek exaktak, nem is nagyon tartjuk sokra a taxonómiát. Pontosan ezért, ugye, mert nem felel meg a hardcore természettudományos elvárásoknak. A lélek és a szellem esetében pedig végképp nyilvánvaló, hogy ezek a fajta elvárások, ezek egyszerűen megalapozatlanok. Ha ezt belátjuk, és tudjuk történetileg, hogy azt a fajta módszertant, most akkor mindig ilyenkor Galileire fogok hivatkozni, hiszen ő ennek a meghatározó alakja, tehát ez a Galilei-féle módszertant mire találták ki, és ez hogyan működött az 1600-as, 1700-as, ugyanis az 1800-as évek végéig gyakorlatilag senkinek nem jutott eszébe a fizikusok körében sem az emberi szellemre alkalmazni ezt a módszertant. Tehát ez már egy 20, mert ugye ez egy materialista előfeltevés kell. Ha van egy ilyen filozófiai előfeltevésünk, hogy minden anyagi, onnantól kezdve jut egyáltalán eszünkbe az, hogy a természettudományos módszertant, amit alapvetően az anyag megismerésére találtak ki, elkezdjük mindenre alkalmazni, hiszen minden anyagból van.
hogyha eleve nincs egy ilyen materialista előfeltevésünk, akkor ez eszünkbe sem fog jutni. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon szűk körérvelés, amikor ezt tapasztaljuk materialisták részéről, de hát én nem tapasztalom a lelket, nem tudom definiálni, akkor itt arról van szó, ha megengedett, hogy ilyen gonosz fogjunk, hogy igazából ő nem is érti azt, hogy mi a másik álláspontja. Mert ha értené, mi a másik álláspontja, akkor ezt nem is próbálná így tenni. Uh-huh. És akkor ezek miatt, a gyökerek miatt írtad azt egy helyen, hogy tulajdonképpen a magának a materializmusnak és ennek a materialista tudomány felfogásnak a gyökere nem filozófiai tudományos érveken alapszik, hanem egyszerűen szociológiai megfontolások állnak mögötte, amik visszavezethetők a felvilágosodásig, amit te akkor ezek szerint egy ilyen nagy alapvetően, tehát nagyon fontos, tehát nem a tudományos tények döntik el ezt a kérdést, a tudományos tények az égvilágon semmit nem döntenek el, mert hogyha te materialista vagy, teljesen más fogod értelmezni ugyanazokat a tényeket, tehát például ugye a lélekről adott nagyon nyilvánvaló tapasztalataink, azok egy materialista gondok, és nem léteznek. Okay? Még ha nem vagy materialista, akkor ezek teljesen triviális tények, amellett, hogy nem megalapozott a materializmus. Tehát minden a filozófiai elköteleződéstől függ. Nyilván nem vallásos értelemben használom most ezt a kifejezést, vagy ez egy hitbéli meggyőződés. Okay? Tehát amikor ilyen mély filozófiai meggyőzésekről beszélünk, ezek nem exakt tudomány kérdései, hanem alapvetően hitbeli kérdések. A tágabb értelemben, hiszen nyilván ugye én sem hiszek Istenben, tehát nyilván most nem így értem ezt a kifejezést. Tehát filozófia, és persze, és társas hagyományok. Tehát ugye a kor szellem, ahogy egy időben szerettek fogalmazni a filozófusok, bizony, minden kornak megvan tehát ugye, ha evolúciós szemlettel, következetes evolúciós szemlettel gondolkodunk, mint azt én próbálom csinálni, akkor teljesen világos, hogy az ember is része ennek az evolúciónak. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy ahogy változik a kultúra, ez alapvetően befolyásolja az emberek gondolkodását, és mi és a tudósok is emberek, pont ugyanúgy emberek, mint bárki más, ez a tudósokra is pontosan ugyanúgy érvényes lesz. És ráadásul, mi az emberek túlnyomó többsége konformista, ez egyszerűen egyszerű tény, az emberek 80-90%-a egyszerűen azt fogja mondani, ami a többségi álláspont, hogyha kialakul különböző eseményeknek, kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi eseménynek hatására egy új korszellem, ami persze a filozófia és a tudomány is szerepet játszik, hiszen ezek is fontos intézmények, csak ez nagyon fontos, hogy a természettudósok hajlamosak azt gondolni, ugye, hogy minden igazából a természettudományon múlik. Miközben valójában a társadalomtudományokban, ezt elég régóta tudjuk már, hogy valójában ez nem így van, hanem a természettudomány is pontosan ugyanolyan intézmény, mint bármely más emberi intézmény. Fontos, szükséges, szeretjük, de nem egyetlen és nem kizárólagos. Tehát, hogy valójában a más események ugyanúgy tudják befolyásolni a természettudósok meggyőződését is, mint hogy a természettudósok meggyőződései is tudják befolyásolni másoknak a meggyőződéseit. Tehát itt tehát ezt értem a kultúra evolúciós magyarázat alatt, amikor tényleg következetesen elkezdünk úgy tekinteni a saját eszméinkre is, hogy persze, tudományos felfedezések, a tudományos kísérletek befolyásolják, ez is része a kultúra fejlődésének, a kultúra evolúciójának, de azt gondolni, hogy minden határozottan bizonyos egyértelmű kísérleteken dől el, és azok exaktak, és az tudás, és csak tudás, és annak semmi köze a hithez, ezt ma már a tudomány sem így gondolja, már mint a társadalomtudományban, a tudománytörténetben, a tudományfilozófiában, igazából ez már közhelynek számít, hogy ez nem így van, inkább az a kérdés, hogy akkor ebből mi következik. Tehát amikor természettudósok gyakran ugye a természettudományos felfedezésekre úgy hivatkoznak, mint amit mindent eldöntenek, akkor valójában egyáltalán nem veszik figyelembe azt, hogy a tudománynak egy hatalmas nagy másik része az mit mond. Márpedig, amikor a tudományról, mint olyanról beszélünk, a természettudomány tárgya az nem maga a tudomány, tehát valójában úgy beszélnek egy adott kérdésről, hogy ez egyáltalán nem a szakterületük. És teljes egészében figyelmen kívül hagyják azokat a tudósoknak a véleményét, akiknek egyébként ez a szakterülete, és teljes egészében más a tudományos szakvéleményük a dologról, mint nekik. Ugye ez a sajátságos ellentét, ami megfigyelhető, mert ugye, akkor mondok megint egy példát, ugye a társadalomtudományokban sokkal inkább az úgynevezett relativista materializmus az, ami ma már egy uralkodó, elterjedt álláspont.
ez talán a legjobb megnevezése. Márpedig ez megint egy más fajtája a materializmusnak, mint a fizikalizmus, ami most a természettudósok körében uralkodó materialista álláspont, és bizony valójában bizonyos részlet, fontos részletkérdésekben óriási ellentétek vannak a természettudományos fizikalizmus és a társadalomtudományban széles körben elfogadott relativista materializmus között. Csak ugye nyilván ettől hajlamosak a materialisták eltekinteni az ilyenfajta ellentétektől, amikor az nem szolgálja az ő érveiket, ami persze érthető egy vita a szituációban, csak attól ez még így van. Egyébként azzal kapcsolatban, amit a tudományról elmondtál, és a tudósok kulturális beágyazottságától és a idézőjelben korszellemtől való függésükről írtak a kollégáid, a Kutrovácz Gábor, Zemplén Gábor és Lángberedek egy könyvet a Tudomány határai címmel, amit egyébként én ajánlanék mindenkinek, illetve Kutrovácz Gábor és Zemplén Gáborra volt itt a csatornán beszélgetés, mert ott pont ezeket elemzik ki, és ezekre a közhiedelemben, köztudatban élő mítoszokra világítanak rá a tudománnyal kapcsolatban is, a tudósok objektivitásával kapcsolatban is rámutatnak arra, hogy ezért nem is olyan éles a határ sokszor tudomány és áltudomány, vagy modern tudomány és múltbeli tudomány közt, mint ahogyan azt láttatni szeretnék, vagy látják azt sokan. De tehát, mégis... Hogy... Igen? Most akkor én is mondok két percet. Nyilván ők, akiket említettél, sokkal jobban értenek ezekhez a dolgokhoz, tehát érdemes rájuk hallgatni. De például ugye ez egyik ilyen példa, tehát amikor Newtonnak nekiszegezik a kérdést, hogy magyarázza már meg, hogy miért van a bolygóknak ilyen szép szabályos pályájuk, akkor simán megmagyarázza, hogy azért, hogy az Isten lehetővé tegye a számunkra az életet. Tehát, hogy egyértelműen, mert nagyon jól tudja, hogy azokban a feltételekben, amelyek az 1600-as években számára hatottak, meg egyébként egy hívő emberről beszélünk, tehát neki abszolút nem okoz gondot Istennel bármit is, majd, tehát teistáról beszélünk, tehát nem okoz neki gondot, és simán a fizikai magyarázként is használja, hogy miért olyan szabályosak a bolygópályák, azért, mert az Isten odarakta ezeket a bolygókat, és hogyha ez a szabályos pálya különböző hatásokra eltérne, akkor az Isten helyreigazítja ezeket a bolygópályákat. A Newton, és számtalan más példát is lehetne erről hozni, vagy mondhatok egy másik példa, ugye Pasteur, aki az egyik nagy hőse a biológiának, ugye rajta van minden tejen a nevéből képzett kifejezés. Ugye ő a mikrobiológiának a legfontosabb úttörője, tehát annak a felismerésnek, hogy vannak ilyen szemmel láthatatlan bacillusok, amik körbevesznek bennünket, és hogy rendszeresen szokta a tankönyvekbe benne lenni egy ilyen hattyúnyakú ilyen lombikkal a híres ábrázolás a Pasteurnek, ugye a tudomány hőseként ábrázoljuk, jellemzően a mai kontextusban a materialista tudomány hőseként, de egyébként azokat a fontos kísérleteit, amiket végzett ezzel a híres lombikkal, azokat konkrétan azért végezte, hogy cáfolja az evolúció elképzelését, mert egy meggyőződéses teista volt, és azt gondolta, hogy az evolúció az egy elfogadhatatlan elképzelés. Csak ugye a tudomány történet könyvekbe az, hogy ő ezt miért csinálta, meg hogy milyen elképzelései voltak, az már nincs benne, csak az van benne, hogy milyen fontos tudományos felfedezéseket tett, és akkor mindent átértelmezünk materialista nézőpontból, mert hogy most már lassan egy 100 éve alapvetően ez az a filozófia, ami a természettudományos gondolkodást meghatározza. És hát ne legyünk, tehát hogy most nem akarom bántani a materialistákat, hogyha lenne egy nagy-nagy fordulat, mondjuk egy emergentista fordulat, ez a veszély nem fenyeget, hanem jönne valami teljesen új szemléletmód, akkor persze, hogy megint átírnánk a tankönyveket. Tehát, hogy ez általában így szokott történni a tankönyveknek. Nem az a céljuk alapvetően, hogy arról szóljanak, hogy 500 évvel ezelőtt mit gondoltak, meg 200 évvel ezelőtt mit gondoltak, hanem azok arról szólnak, hogy mi az, amit tudományosan ma a mai keretek között fel lehet használni. Tehát, hogy ezért nagyon fontos az, hogy ne a fizika tankönyvekből induljunk ki, vagy akkor mondok egy másik példát is. Ugye, hát Darwin és a fajok eredetét, a utolsó mondatot, az egyértelműen Istenről beszél, és a Isten viszonya az ő elképzeléséhez. Most ebben nem menjünk bele, ez egy külön történet, de a lényeg, amit ezzel ki akarok fejezni, az pusztán annyi lenne, hogy szerencsére elég sokáig taníthattam tudománytörténetet az ELTE-n, amíg ott létezett egy tudományfilozófia és tudománytörténet tanszék, és számtalan, tényleg sok száz biológiai hallgató volt, és mindenkitől megkérdeztem a vizsgán, hogy olvasta a fajok eredetét, és senki nem olvasta. Jó? Tehát, hogy ne csodálkozunk azon, hogyha a biológusok nem tudják, hogy Darwin valójában miről beszélt, egy biológusnak nem ez a feladata. Jó?
Viszont a tankönyvekben meg nem az van benne, ami a fajok eredetében, hanem egy mai értelmezés van, hogy a mai filozófiai meggyőződés keretei között a mai konkrét, praktikus, tudományos célokra hogyan kell értelmezni Darwint, hogy ez számunkra hasznos legyen. Az egy teljesen más kérdés, hogy valójában Darwin mit gondolt, miért azt gondolta. Ugye ez egy számunkra már nagyon idegen közeg, tehát azért, ha nem vagyunk történészek, jó? Vagy legalábbis nem, nincs egy nagyon erős történelmi attitűdünk, és nem fordítunk éveket, és ezt szeretném kihangsúlyozni, éveket arra az életünkben, hogy konkrétan elolvasgassuk ezeket a sokszor rettenetesen nehéz nyelven megírt, és sokszor magyar nyelven hozzá nem férhető munkákat, akkor nem igazán fogjuk már tudni elképzelni, hogy 200 évvel ezelőtt, amikor Darwin fiatalon tetterős tudósként kutatgatni kezd, és új elképzeléseket fogalmaz meg, hogy akkor valójában az emberek miben hittek, hogyan gondolkodtak, és mit miért csináltak. És hát ez nem a természettudósok feladata, hogy éveket arra szánjanak az idejükből, hogy belemerüljenek Darwin, meg Galilei, meg Newton olvasásába. Ezt a tudománytörténészek, tudományfilozófusok csinálják, a történészek csinálják, úgyhogy ilyen kérdésekben érdemes rájuk hallgatni. Jó, akkor lépjük egy picit tovább, és beszéltünk ugye sok mindenről, a tudomány jelenlegi helyzetéről, arról, hogy hogyan látják a múltbeli tudományt a mai tudósok, illetve tudományos tankönyvek, vagy fizikakönyvek akár. Beszéltük arról, hogy mi a dualizmus, fizikalizmus, emergentizmus, mi a lélek, vagy egyáltalán miért is hogyan határozzuk meg, és az ehhez kapcsoló viszonyunkról is beszéltünk. Az a kérdésem, hogy meg tudod-e mondani, hogy körülbelül milyen arányban vannak ma a filozófusok, illetve a természettudósok között fizikalisták, dualisták, illetve emergentisták. Tehát milyen arányokkal találkozunk? Hát ugye abban a bizonyos cikkben ugye van egy felmérés, de az ugye angol szászok között készült. Úgyhogy az egy konkrét felmérés, persze önbevallás, tehát ugye az önbevallás azért mindig kicsit problémás, hogy ki pontosan mit fog érteni az adott fogalom, mert látjuk, hogy ezek bonyolult filozófiai fogalmak, tehát ezeket a kérdéseket feltesszük, nem biztos, hogy mindenki ugyanazt fogja rajtuk érteni, de az alapvetően azt gondolom, hogy igaz, tehát hogy a túlnyomó többség egy materialista. És van egy nagyon erős dualista kisebbség. Más álláspontok azok nagyon elvétve jelennek meg, ezek között az emergentista is totálisan elvétve. Tehát, hogy számottevő, hát ugye ezeknek van hagyománya. Tehát, hogy itt ezért hangsúlyoznám ki megint a kultúra és a kultúra fejlődésének a szerepét. Hogyha nincs egy külön intézményrendszer, nincsenek tankönyvek, nincsenek folyóiratok, amelyek mind elköteleződtek egy bizonyos módszer, egy bizonyos világlátás filozófia mellett, akkor nyilván nem alakul ki egy széleskörű hagyomány. És ilyen széleskörű hagyománya igazából ugye egyrészt a dualizmusnak van, ami alapvetően azért mégiscsak a nyugati civilizáció történetében egész a 20. század derekáig abszolút uralkodó álláspont volt. Tehát ennek nyilván van egy nagyon-nagyon erős hagyománya, akkor is, hogyha a 20. század derekán egy váratlan, vagy hát előtte az emberek ezt egy nagyon váratlan fordulatnak tekintették, amikor bekövetkezett, tehát egy váratlan fordulatnak köszönhetően hirtelen a materialisták lettek a többségben. De ugye ez is egy több évszázados fejlődésnek a következménye, ugye részben következik a Galilei-féle újfajta természettudományból, részben következik bizonyos társadalmi folyamokból, a részben pedig következik ugye az evolúciónak a felfedezéséből. Tehát a tudományos értelemben nem azok az érvek voltak meghatározóak, amelyek sokszor ilyen teoretikusan a szakfolyóiratokban, a vitákban megjelennek, hanem valójában az evolúciónak az elképzelése. Tehát a dualizmust alapvetően az rengeti meg, amikor jönnek azok a felfedezések, amelyek megfogalmazzák azzal szemben egy alternatív gondolatot. Teoretikusan a materializmus egy régi, jól ismert filozófiai álláspont volt, és a 20. század elejéig igazából filozófiai körökben hát nem nagyon veszik komolyan. Tehát a filozófiai érvek, a filozófiai közvélekedés az, hogy a materializmus az igazából nem egy komolyan vehető álláspont. Ez abszolút többségi álláspont a filozófusok között a 20. századnak a 10-es, 20-as éveikig.
Tehát, és nem is a fizikusok egyébként köréből jön először a materialista állam, sokkal inkább a biológusok köréből. Tehát, hogy, és pont az oka annak, hogy az evolúció lesz az, ami megkérdelezi, hogy ténylegesen mi Isten képmása vagyunk, és ténylegesen egy dualista filozófia tartható-e, és akkor hova nyúlunk, ugye, alternatív elképzelésként, hát egy viszonylag régóta érthető és viszonylag jól érthető ellentétes állásponthoz, akkor is, hogyha egyébként az evolúciós elképzelés, az először abszolút nem egy materialista, ugye erről már beszéltünk, hogy a korai modern biológia az 1700-es években, egészen az 1800-es éveknek gyakorlatilag a legvégéig, az abszolút nem volt valójában materialista. De mégis végbe megy egy nagy megkérdőjelezése a dualizmusnak, és aztán fura módon végbe megy egy materialista fordulat a biológusok körében, ez már post-Darwin, ebben részben bizonyos értelemben, akkor is, hogyha nem gondolom azt személy szerint, hogy Darwin egy materialista lett volna, mégis az a munka, amit ő elvégzett, abban ez döntő fontosságú volt, aminek az eredményeképpen a biológusok lesznek azok, akik 20. század első felében sokkal határozottabban kezdenek egy materialista álláspontot, mint egy alternatív álláspontot képviselni. És még egyszer, a meggyőző erő, ami emögött áll, az az evolúciós gondolat, akkor is, hogyha az evolúciós gondolat az eredendően egyáltalán nem materialista elképzelés. Tehát ezzel is azt szeretném hangsúlyozni, hogyha látjuk azokat a tudománytörténeti eseményeket, mert ezzel foglalkozunk, ezeknek utána olvasunk, akkor az sokkal komplexebbek és bonyolultabbak az események, és nem is lehet ezt tisztán érvekkel, meg kísérletekkel megmagyarázni, mert egyszerűen sokkal inkább görbebetűket írunk le annál. És szerinted mi lehet a legmesszemenőbb következtetés, amit le lehet ebből, ezekből az adatokból, illetve abból a folyamatból vonni, amit te most felvázoltál nekünk? Mert hogy lehetne, előállhatna valaki, és mondhatná azt, hogy tessék, itt vannak a statisztikák, a tudósok, illetve filozófusok többsége, a fizikalista per materialista, hasonra ütök, mondok egy számot, mondjuk a 75%-uk, és hát ebből azt a következtetést kell nekünk. Na, jó, köszönöm. Akkor ebből azt a következtetést kell nekem levonnom, hogy hát bár én kívülálló vagyok, hogy ha a természettudósokra és a filozófusokra hallgatok, akkor a legtarthatóbb álláspontnak a fizikalizmus tűnik, mondván, hogy idézőjelben, bár a konszenzus szót nem így használjuk, és nagyon nem menjünk ebbe bele, de szinte konszenzus van a köztük arról, hogy a fizikalizmus a legvalószínűbb. Meddig lehet elmenni a konklúzió levonásában szerinted? Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a kérdést értem, úgyhogy javíts majd ki, hogyha félreértettem a kérdésedet. Én azt mondanám, hogy pontosan azért, mert itt ténylegesen filozófiai kérdésekről beszélünk, amelyeket nem lehet exakt érvekkel, döntő kísérletekkel eldönteni. Ez egy személyes kérdés. Hadd hivatkozzak Lutherre. Jó? Tehát azt a kérdést, hogy kinek milyen kapcsolata van Istennel, azt nem döntheti el a pápa helyettünk. Azt mindenkinek, saját magának, a Bibliát olvastva kell tudnia ezt a kérdést megválaszolnia. Persze ez most egy ateista számomra lehet, hogy furcsa lehet, de pont ugyanígy kell érteni azt, amit én mondok. Csak ateistán. Tehát, hogy mindenkinek azt gondolom, hogy saját személyes felelőssége. És valójában éppen azért, mert itt egy alapvető meggyőződésről beszélünk, igazából hitről beszélünk, mindenkinek magának. Tehát ne hallgassunk arra, hogy mit mondanak a tudósunk. Ne hallgassunk arra egy az egybe, hogy mit mond a paksi, hanem mindenki maga nézzen szembe azzal, hogy igazából ő miben is hisz, miért is hisz abban. És hát nyilván ebben a kérdésben nem elsősorban a Bibliát kell olvasgatni, de hogy mindenki érezni fogja, hogy mi az, ami felé vonzódik, hogy mi az, ami ha olvas, hogy ha paksit olvas, akkor érzi úgy, hogy olyan gondolatokat talál, amivel tükröt talál a saját gondolatai felé, és ezáltal jobban megismeri azt, amit ő gondol? Vagy a Nagy Gergelynek az írásai alapján érzi ugyanezt? Tehát, hogy azt arra mondani, hogy mindenki olvasson, gondolkodzon, és mindenki saját maga szépen nézzen szebben, nem Istennel ebben az esetben, hanem magával, a valósággal. És utána dönts el azt a kérdést, és itt élje meg azt, hogy ő maga őszintén, konzisztensen, következetesen valójában miben hisz. Hisze abban, hogy minden anyagból van, és csak anyagból van, és akkor minden, ami ez jelent, amiről nyilván valószínűleg talán még mi is fogunk beszélni, vagy hisze abban, hogy egy fejlődő univerzumban élünk,
Vagy hisz-e a halhatatlan lélekben? Hogyha ezeket a kérdéseket mindenki ilyen őszintén fölteszi saját magának, szerintem így lehet ezekre a kérdésekre megalapozott választ találni. Senki ne akarja ezeket a legalapvetőbb filozófiai kérdéseket, ne is próbálja meg úgy eldönteni, hogy ha az X tudós azt mondta, akkor ez biztos úgy van, mert nem. Ja, Vagy az X és filozófus. legyen az az X tudós Richard Dawkins, vagy bárki más, általában az Ő a ő fő kedvenc. gondolataikat, igen, hallom vissza, meg látom a fórumokon, szó szerint olvasom vissza őket. De rendben, akkor itt van ez a helyzet. De bocsánat, én Richard Dawkinsot bizonyos értelemben nagyon szeretem. Abban, hogy nagyon kevesen vannak a ateista, materialisták között, akik tényleg olyan konzisztensek, következetesek, mint amilyen Dawkins, legalábbis egy bizonyos értelemben, és ez egy nagyon-nagyon becsülendő dolog, ugye? Mert hogy amit beszéltünk a konformitásról, tehát azért tudni kell, hogy azért nyilván úgy jön ki az, hogy 75%-ban ma tudósok, filozófusok, materialisták, hogy ez részben azért van, mert ugye nagyon sokan vannak, akik egyszerűen a többségi állásponthoz igazodnak. Ez mindig így szokott lenni. Lehet, hogy a tudósok meg a filozófusok kicsit önfejűbbek, mondjuk, mint az átlag ember, ez valószínűleg igaz, de azért alapvetően nálunk is az a helyzet, hogy a többség azért inkább azt mondja, ami az uralkodó álláspont. Tehát ha dualizmus lenne az uralkodó álláspont, akkor nagyon sokan, akik ma fizikalisták, egyszerűen dualisták lennének. Ne legyenek illúzióink e felől. És szintén, hogyha emergens is lenne, az is lenne az uralkodó álláspont. Ezért is hangsúlyoztam ki azt, hogy én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha ténylegesen mindenki nem konformitásból, meg nem azért, mert a szuper tudós, mert mit tudom, Stephen Hawking és ő a legnagyobb tudós azt mondta, hanem azért, mert ő maga ténylegesen saját meggyőződésből azt a véleményt alakította ki. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket így kell eldönteni. Akkor vegyünk most valakit, aki ezen elgondolkozik, vagy pontosabban nem elgondolkodik, de nem feltétlenül csak a konformizmus miatt követi a fizikalizmust. Miért tűnik ugye vonzónak maga a fizikalizmus, és miért többségi álláspont, miért lehet többségi álláspont emellett a konformizmus mellett, amit említettél? Ugye a cikkedben, amit egyébként még nem említettem, de be fogok tenni a leírásba, hogy el tudják olvasni azok, akiket érdekel, három okot nevezel meg, ami miatt a fizikalizmus fontos. Az egyik, hogy kellőképpen laza elmélet, amiben nagyon sok mindent bele lehet érteni. Ugye ezt már azt hiszem azzal is demonstráltad, hogy rámutattál, hogy mennyiféle árnyalata, illetve értelmezési lehetősége van magának a fizikalizmusnak és a Ez azért a materializmusnak. dualizmusra nem igaz. Hát ugye a dualizmus azért egy nagyon határozott állítást fogalmaz meg a halhatatlan lélekről, meg Istenről. Tehát ilyen értelemben biztos értelemben jobban is támadható. Mármint a dualizmus, Igen. mint a fizikalizmus, könnyebb megfogni, mint magát a fizikalizmust, akkor, Igen, hogyha ezért lesz jól könnyebben értelek. támadható. Így van. A második érved az volt, illetve gondolatod, hogy nincs vetétársa, illetve komolynak tekintett vetétársa, sőt, képes a fizikalizmus megakadályozni, hogy megszülessen egy ilyen vetétárs. Na most, miért gondolod, illetve miért írod le, vagy miért veszed ki pontosabban a vetétársak közül például a dualizmust, mint ami komolynak tekintett? Pusztán azért, mert ma már nem tekintik, vagy nincsenek annyian dualisták, mint mondjuk a 20. század előtt, vagy valami mások az, ami miatt úgy gondolod, hogy nincs komolynak tekintett vetétársak. Gondolok itt arra, hogy például bár nagyon kevesen vannak, tudom, Swinburne is, mondjuk szubstancia dualista, Richard Swinburne, vagy vannak olyanok, akik ateistaként mégis valamiféle dualizmust képviselnek. David Chalmers, ugye, aki maga nem Na, az már nem materialista. lesz egy. Tehát ezért mondtam azt, hogy szeretem Richard Dawkins, mert az az álláspont a Chalmers felállítása már nem lesz következetes. Tehát, hogy. Ja, igen. Tehát, hogy Na, akkor menjünk a... most bele. a Na, menjünk most bele. jó, de miért nincs komolynak tekintett vetítása szerinted? Miért lövött ki őket? Tehát bizonyos értelemben igaz az, hogy a dualizmus komoly vetétás. Tehát ez igaz. Tehát, hogy messze tehát a 25, maradék 25%-ból túlnyomó többség dualista, ha valami. Tehát ha így nézed, akkor nyilván, ha van komoly vetélytás, akkor az egyértelmű a dualizmus, és semmi más labdába se rúghat a két nagy játékos mellett. Tehát ez igaz.
ebből a nézőpontból. A probléma inkább onnan van, hogy a dualizmusokat hát Dugovics Titushoz tudnám hasonlítani. Tehát, hogy lehet, hogy nem is az a legszerencsésebb hasonlat, akkor mondok mást. Tehát, hogy ahhoz a hőshöz tudnám hasonlítani, aki küzd, miközben a csata az már rég elveszett. Vagy másképp fogalmazva, a háború már rég elveszett, de azért még ezt a csatát megvívjuk. A Rákóczi szabadságharc, igazából a trencsényi csata után el volt vesztve, ennek ellenére még a hősies kurucok, és az már annak kezdve a többség, mert a többség onnantól kezdve hazament, és nem folytatta a harcot, nyilván ezért is lesz részben az a dolog esélytelen, de vannak azok a ebből az értelmet hősök, akik nem feltétlenül van igazuk, hogy nem tudod, hogy én sem vagyok dualista, tehát nem gondolom, hogy igazad lenne, de hogy ilyen értelemben egy hősies harcot vívnak egy olyan háborúban, ami már elveszett. Ebben a másik értelemben igaz az, és ezért mondta jó a Dugovics példa, mert végül is megnyerték a csatát. Na, szóval tehát a dolognak az a lényege, hogy a dualizmus helyzete ilyesmi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy innen már nincs visszaút. Tehát a dualizmus bizonyos értelemben 2500 évig, egy szűkebb értelemben, igazából pedig széles értelemben, amióta a nyugati civilizáció létezik, tehát ez egy olyan jó 1500 év, abszolút az uralkodó filozófiája volt az egész nyugati civilizációnak, a nyugati civilizáció alapvető intézménye, azok mind a dualizmus filozófiai elképzelésére épültek fel, és ez most összeomlott a 20. században. És azt gondolom, hogy ez egy olyan egyirányú folyamat, amiből már nincs visszaút. Ezért gondolom azt, hogy egy másik értelemben, annak erre, hogy messze, tehát hogyha tényleg azt nézzük, hogy a dualisták számát nézzük, a dualisták kitartását nézzük, akkor messze ti vagytok a legnagyobb, legkompetensebb kijövője a materializmusnak. Ez abszolút így van ebből a nézőpontból. De egy másik nézőpontból, mivel én azt gondolom, hogy nincs visszaút, ezért ez egy elveszett háborúban lévő csata. Néha meg lehet egy-egy csatát nyerni, de a háború az sajnos már elveszett. Igen, egyébként azt szeretném hangsúlyozni, hogy amit elmondtál, hogy természetesen mindez attól függ, hogy melyik nézőpontból szemlék a történetet. Tehát ez a is nyilván. Emergentista nézőpontból, a dualista nézőpontból ez nyerhető csata. Nyilván, ha te dualista vagy, akkor szükségszerűen azt gondolod, hogy még megnyerhető a háború, hiszen akkor mi értelme lenne? Igen, mi értelme lenne? De meggyőződéses fizikalista vagy materialista számára pedig egyszerűen már semmi nincs az asztalon, ami szóba jöhetne, és hát az végleg eldőlt. Hát győztek, és minden kérdés el van dől. Miért tudja megakadályozni, vagy mi az, ami az analitikus módszertanában megakadályozza egy vetélytárs megszületését a fizikalizmus? Tehát mi a fizikalizmusban ez? Azért, mert az egész analitikus módszertan az... Tehát ilyen értelemben a filozófiában, és ugye hát angol szászok uralják a világot, mert ugye Kína dolgozik azon, hogy hosszú távon ez ne így legyen, de azért ez ma abszolút így van, ezért nyilván az angol szász filozófia lesz a meghatározó, ezek a kérdések is így szoktak eldőlni, tehát hogyha majd a kínai kommunista párt eléri a célját a következő, nem tudom hány, 5 éves tervben, akkor majd az analitikus angol szász filozófia is elég erősen meg fog recsenni ennek köszönhetően, sajnos ezek a dolgok sokszor így történnek. Na, tehát a dolognak az a lényege, hogy alapvetően ez az angol szász analitikus hagyomány, ez hosszú görbe betűkön, de ez végül is a galilei féle természettudományos módszerre vezethető vissza. Ez a fajta módszertan ugye mindent darabra szed, mindent abszolút deskriptívan vizsgál, tehát magának a módszertannak megvan egy olyan sajátossága, és ugye úgy gondolkodik, hogy a részletkérdéseknek az analízise az, ami egy mélyebb, fogalmi analízis egy mélyebb megértéshez vezethet bennünket. Tehát mindaz, ami valójában egy tradicionális filozófiában normatív értelemben fontos, ami a lelket lélekké teszi, vagy ami az életet életté teszi, ezek a minőségi normatív kategóriák ebbe az analitikus vizsgálatba egyszerűen bele se férnek. Van egy ilyen oldala a dolognak. Másrészt meg nyilván, ugye ez egy olyan intézményrendszer, amiben egyébként is egy nagyon erős fizikalista dominancia van, tehát egyébként is elvárása az, tehát ez nagyon jól megfigyelhető az analitikus újságban, én számtalanszor tapasztaltam, hogy ugye az emergentizmusról magáról is, ha beszélünk, eleve úgy beszélünk róla, ahogy egy fizikalista beszélne róla. És az az elvárás, tehát az elvárás az intézményrendszer keretében, hogy így beszéljünk róla.
Amit te is nekem így mondtál korábban, itt azt hiszem, ez még nem került szóba, ugye az emergencia van két alapvető kategória, az erős és a gyenge, Igen. és ha valaki ismer, akkor ezt ismeri. Ezek nem emergentista kategóriák, ezek fizikalista kategóriák. A következetes emergentisták vagyunk, ezek a kategóriák teljesen téves kategóriák, és nem beszélünk ilyen kategóriában. Viszont elvárás, egy menő nemzetközi number van analitikus folyamatban, elvárás, hogy ezeket a kategóriákat használjuk. És ezek a kategóriák már igazából előfeltételezik a fizikalizmust, mert az emergentizmus a fizikalista nézőpontból kategorizálható be így fogalmilag erősnek, meg gyenge emergenciának. És innentől kezdve nem lehet egy olyan fajta normatív, tradicionális filozófiai, átfogó, elemző beszélgetést folytatni. Nézzük meg, milyen az analitikus cikkeknek a jellege, hogy mindent. Ugye ez a geometriai módszertan, amit Galilei hoz be a természet tudományba. Hát alapvetően ezt próbálják követni. Tehát, hogy olyan fajta világos definíciók, világos logikai levezetések, mint hogyha a logika, a logosz, ugye, a logosz, az nem lehetne más, mint csak matematikai logika. És mondjuk nem lehetne a logosz, ugye, a Szent Háromság egyik megnyilvánulása. Vagy ne lehetne a logosz éppen az emergencia logikája. Tehát ez megint filozófiai meggyőződés kérdése, matematikának, vagy legalábbis fizikalistának kell lennünk ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ez a fajta filozófiai hozzáállás, ez a fajta filozófiai kutakodás az, amely célra vezet. Hát nem ez a helyzet, vagy hát de bizonyos célra vezet, csak hogy ezek a célok alapvetően más célok, mint amely egy dualistának a célja, vagy akár egy emergentistának, vagy egy igazi klasszikus pluralistának, aki tényleg több szubstanciába hisz, mint kettő. Vagy ugye nyilván a fenomenológia, ugye ennek is van azért valami hagyománya, és azért alapvetően máshogy gondolkodik, ami megint egy teljesen szemléletmód különböző nyelvezet, és nyilván hosszú idő kell ahhoz, hogy bele tudjunk helyezkedni, és érteni tudjuk azt, hogy ők igazából az ő hagyományukban miről beszélnek. Tehát, hogyha jól értem, akkor valami olyasmit vázoltál most fel, hogy maga az eszköztára az analitikus filozófiának, illetve annak, amibe tulajdonképpen ezt a kérdést vizsgáljuk, az olyan eszköztár, ami úgy van felépítve, hogy kizárólag a materializmushoz vezethessen, vagy legalábbis a materializmusnak előnyt biztosítson. Mondtad ugye itt a matematikai logikát az analitikus cikkekben is a... Tehát, hogy tulajdonképpen úgy van... Ez megint az a kérdés, hogy hogyan fogjuk fel a dolgot. Tehát, hogy ugye, tehát, hogy én nem vagyok fenomenológus, és ilyen értelemben, amikor idézted tőlem, hogy ugye nem vagyok igazi bölcsész, az én cikkeim is bizonyos értelemben analitikusak. Tehát, hogy az analitikus módszertanának nagyon komoly előnyei vannak sok mindenre. Tehát, hogy csak ez megint az, hogy tudjuk, hogy mire jó használni. Hogyha azt gondoljuk, hogy a legalapvetőbb filozófiai kérdéseket ezzel a módszertannal meg lehet válaszolni, akkor fogunk tévedésbe esni. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ezt a módszertant, ugyanúgy, mint a Galilei-féle, mondjuk fizikai módszertant is. Ha azt gondoljuk, hogy azzal minden a valóságnak a nagy kérdéseit meg lehet válaszolni, akkor súlyos tévedésben vagyunk, mert eleve nem ez volt a cél. Ezt maga Galilei sem, vagy nem tudom, lehet, hogy gondolta, de hogy az, amit csinált, az nem erre lett kitalálva. Ugyanez a helyzet az analitikus módszeren. És analitikus módszerton a gondolatoknak a rendbeszedésére az például nagyon tud szabatos lenni. Tehát, hogy bizonyos értelemben én sem szeretem azt a fajta tradicionális filozófiát, amikor annyira szabadosak vagyunk, és ugye annyira gyakorlatilag már költőiek vagyunk, hogy nagyon nehéz. Tehát amikor az irodalomtól igazából elválaszthatatlanná válik a filozófia. Tehát ilyen szempontból az analitikus módszertan, a gondolatoknak a letisztázásában, a következmények koherens levonásában komoly segítség tud lenni. Tehát én magam is az analitikus módszertant azt szoktam nagyon komolyan használni. És igaz az, hogy a tradicionális filozófiának hasznára válna, ha kicsit jobban használnák, de nem gondolom azt, hogy a élet nagy kérdéseit csak azért, mert ilyen rigorózusok vagyunk, és minél inkább analitikus vagyunk, ezzel meg nem, mert az élet nagy kérdései nem ilyen természetűek. Értem. Emellett, amit most elmondtál, volt egy harmadik érved is, amit már részben korábban érintettél, az az, hogy azt a látszatot kelti maga a fizikalizmus, mint hogyha a fizika egyértelműen mellette állna. De ugye tulajdonképpen, ha a történelmet, illetve a tudománytörténetet nézzük, akkor ez
nem állja meg a helyét. Mégis ezen kívül van-e valami, amivel ki lehet húzni ezt a sámlit a fizikalisták alól, vagy mi az, amit problémás lehet, vagy mi az, amivel ahonnan el tudunk indulni, és azt tudjuk mondani, hogy nem, a legkomolyabb egzakt tudomány, hogy te nevezted a fizika, az nem áll egyértelműen a fizikalizmus mellett, mert hát tényleg lehetne akkor dobálózni jobbról-balról tudományos cikkekkel, vagy kutatásokkal, amik ezt vagy azt igazolják, de ha levesszük a történelmi vonalat, akkor mi az, amivel tulajdonképpen ezt a próbálkozást, hogy azt mutassák fel, hogy igen, a tudomány a fizikalizmus mellett áll, ennek a méregfogát kihúzzuk. Hát, hogy ugye próbáltam felvázolni hogy igazából miben is hisz egy emergentista vagy legalábbis mi is kéne, hogy higgyem. Tehát, hogy egy fejlődő valóságban. Tehát a tudományos, ugye erre utaltam, hogy a tudományos feltételezések azért ezt tudnak alátámasztani. Tehát, hogy ugye mondok még egy példát, ami a számomra az egyik leglenyűgözőbb dolog, hogy Alexander, a emergentizmus megalapítója a 1910-es években pusztán metafizikai alapot a tér és az időnek a filozófiai, ugye az egyik alapvető probléma és kiinduló pontja Alexandernek az ugyanaz, ami Ernst Machnak és őt követően Albert Einsteinnek, hogy a Newtonnak a téridő koncepciója, hát az nem egy túl megalapozott koncepció, ami egy igaz dolog, hiszen hogyha olvasjuk a Principiát, akkor Newton ugye úgy vezeti be ennek a nem materiális természetű, hanem matematikai, szellemi természetű, abszolút téridőnek a fogalmát. Egyébként nagyon világossá teszi azt, hogy a tapasztalatainkban egyébként a téridő például relatívan jelenik meg, mondja maga Newton. De mondja, hogy lehet, hogy az a tapasztalatunk a téridőről relatív, de nem, nekem igenis nagyon határozott filozófiai érveim vannak amellett, hogy már pedig a téridő az abszolút. Tehát, hogy ez egy megalapozatlan filozófiai következtetés volt a tapasztalattal szemben, tehát bizonyos értelemben Alexandernek is ez a problémája, hogy bizony a tapasztalat az elég erősen ellentmondani látszik ennek a fajta Newton-féle abszolút nem materiális természetű téridő koncepció, hogy ez nem is jó kifejezés, tényleg szellemi természetűt kell mondani, tehát Newtonnál ez egy matematikai szellemi természetű dolog. Tehát, hogy ez egy nem egy megalapozott dolog. És ugye tisztán ezek után filozófiai alapon arra a végeredményre jut a 10-es években, hogy akkor a valóságnak, hogyha ez igaz, tényleg a tapasztalatból indulunk ki, és relatívnak tekintjük a téridőt, akkor abból az fog következni, hogy a valóság eredendően egy végtelen szingularitás. Mondja ezt a 10-es években. Valójában az einsteini értelmezés, ami nyilván egy Ernst Machot követő pozitivista, a pozitivizmus egy kulcsszó abban, hogy megkülönböztessük a hagyományos materializmust meg a fizikai. Tehát a pozitivizmus az az eszme, ami szétválasztja egymástól a filozófiát, a klasszikus filozófiát és a tudományt, mint olyat. Ezt jelenti a pozitivizmus eszméje, és ugye ez egy August Comte nevezetű a szociológia atyától, ő az, aki leginkább ezt megalapozza, a társadalomtól megtetén, és aztán Ernst Mach nevezetű osztrák-német fizikus, aki Einsteinnek a hőse, akit kamaszkorában Einstein olvasgat, ő pedig az, aki a fizikán belül megfogalmaz, elsősorban Newtonnal szemben azt, hogy Newton itt mindenfajta tarthatatlan filozófiai elképzeléseket rak be a fizikába, és ezeket ki kell purgálnia a fizikából. És hát egyetért Alexander abban Ernst Machal, hogy rossz az a filozófia, amit belerakott Newton, de nem értenek egyet azzal, hogy a filozófia az, ami rossz, maga a filozófia, hanem konkrétan az a filozófia rossz, amit Newton belerakott. Sajnos Ernst Mach azt a következtetést vonja le August Comte után, hogy akkor minden filozófia rossz, hogyha a Newton rossz filozófiát rakott bele. És ugye ezt követően Einstein is eljut egy nagyon praktikus, nagyon célszerű matematikai megoldásra, és megfogalmazza az általános relativitási elméletnek az egyenleteit, ami szintén arra épül, hogy egy relatív időkoncepciót fogalmaz meg, amelyből szintén az következik, hogy hát igen, ez gyanús, hogy ebből az fog jönni, hogy lesznek ilyen szingularitások, fekete lyukak, meg kezdeti végpont. De ennek ellenére mit csinál Einstein? Más filozófiai okokból, ugye itt nem egy konkrét, következetes materialistáról beszélünk Einstein esetében, hanem az egyenletekben úgy, ahogy van, berakja a lambdát, csak azért, hogy meg tudja őrizni az egyébként
mint a dualizmusnak, mint a materializmusnak megfelelő statikus univerzumot. Ugye Einstein idejében meg azt gondolták, hogy az egész univerzum az a galaxis. Fogalmuk nem volt, ugye még Hubble előtt vagyunk, még az ilyenfajta, tehát nincs még térőnek tágulása, meg még nem ismerjük azt, hogy vannak más galaxisok, azt gondolják, hogy a teült rendszer az maga az univerzum. Ugyanúgy, mint a Newton meg Galilei idejében nagyon fontos, azt gondolják, hogy maga az univerzum az a naprendszer. Jó? Tehát még Galilei vagy Newton az univerzumról beszélők, csak a naprendszerről beszélnek, mert azt gondolják, hogy csak az létezik. Ugyanúgy Einstein idejében is azt gondolják, hogy csak a teült rendszer van. És akkor azért csinálja ezt, tehát a saját következetesen nem ez jönne az Einstein elképzelésből, mégis változtat önkényesen a dolgot. Ugye ezt nevezte később Einstein, illetve a legnagyobb tévedésének, hogy ezt megtette. Miért? Mert a Hubble-i megfigyelések aztán majd azt támasztották alá, hogy az eredeti verziója lett volna jó a Einstein értelmezésnek, nem az önkényesen kiegészített. És kiegészítette, miért? Mert meg akart őrizni az univerzumnak azt, ami egyébként a materialista logikának megfelel, ugye, hogy van az anyag, és az anyag ugye az univerzum centruma körül, ugye körbe-körbe kering a galaxis, meg a napok, meg a naprendszerek formájában. Tehát, hogy ugyanonnan kiinduló pont, az egyik egy filozófia, és eljut arra a következtetésre, hogy akkor, ha Newtonnak nem volt igaza, ezzel az egész elképzeléssel kell, akkor azt fog következni, hogy egy fejlődő univerzumban élünk, amely úgy kezdődik, hogy van egy végtelen szingularitás, amelyből először maga a téridő bontakozik ki, a téridőből aztán az anyag, aztán az élet, és hát a tudomány felfedezései Einsteint igazolták, az eredeti einsteini koncepciót, vagy Alexandert igazolták. Hát azt gondolom, hogy a válasz, hogy a tudományos felfedezések kit igazoltak, az egyértelmű. Persze ez senkinek nem fog eszébe jutni, hiszen senki nem tudja, ki az a Samuel Alexander. Ráadásul itt egy metafizikai érvelésről beszélünk, ami a uralkodó természettudományban ugyanúgy nem elfogadott, mint hogy a teológia nem elfogadott. Okay? Tehát teljesen lényegtelen az, hogy ő képes volt megjósolni azt, hogy milyen felfedezések fognak jönni tisztán filozófiai alapon, hanem nyilván marad Einstein a nagy hős, akkor is, hogyha valójában bizonyos szempontból tévedett. Bizonyos szempontból persze az einsteini felfedezés az fantasztikus, és nyilván igaza van Einsteinnek, amikor arra következik, hogy a téridő relatív, csak az a kérdés, hogy ez mit jelent. Ez, amit elmondtál Alexanderről, az nem hasonló egy picit ahhoz, mint amit Galilei kapcsán tudunk, hogy én is nemrég akadtam bele ebbe a példába, azért ilyen friss bennem, és azért hozom ezt fel, hogy tulajdonképpen az arisztoteliánus fizikát Galilei az idézőjelben a karosszékéből cáfolta, és előrevetítette, hogy mi történne akkor, hogyha idézőjelben ledobnánk, mondjuk, és ez az esemény igazat van, hogy ledobnánk a Pizai Ferde toronyból két különböző súlyú testet. Ezt egy gondolatkísérlettel tulajdonképpen igazolni tudta, és elmondta, hogy miért abszurd azt feltételezni, hogy különböző sebességgel zuhan majd le a könnyebb, mint a nehezebb. És kicsit az olyan, mint amit te most elmondtál, hogy előre megjósolta Alexander pusztán elmélkedéssel, bölcselkedéssel, filozófiával gondol, az, hogy milyen felfedezések fognak majd a természettudományban következni, és ezek be is igazolódtak. Ez engem lenyűgöz, tehát hogy főleg, hogy a metafizika részét még 100%-osan most sem értem, pedig már foglalkoztam vele, tehát itt tényleg nehéz dolgokról van szó, tehát hogy ne csodálkozzunk, hogy egy fizikus nyilván sem ilyesmi nem fog meggyőzni. De hogy megint, mi a valóság? Ugye erre szeretnék észrevenni, hogy mi a valóság? A valóságnak milyen aspektusai vannak? Ezek filozófiai kérdések. Ezek nem természettudományos kérdések. A természettudósok azzal dolgoznak, ami azzal a módszertannal, azokkal az eszközökkel, abban a tradícióban és hagyományban, tehát azokkal a koncepciókkal, ami nekik adott. Ez az ő dolguk. Okay? Tehát, hogy nem is várjuk el azt, hogy megválaszoljanak nagy filozófiai kérdéseket. És igazából ez ma már egyre kevésbé törekvés. Tehát, hogy kevés ma már az olyan tudós, mint Orosz László, aki kiáll, és akkor nagyon határozottan elkezd filozófiai kérdéseket megválaszolni. Tehát azért ez meg is figyelhető az utóbbi évtizedekben, hogy így a természettudósok között is, pontosan azért, mert az utóbbi 40-50 évben azért a természettudomány korán sem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző 40-50 évben, tehát részben ennek van egy ilyen oka is, hogy ugye rádöbbentünk arra, hogy az anyagnak a 95%-a az valami olyan rejtélyes, úgynevezett sötét anyag, meg sötét energia, amelyről a 70-es évekig, meg a 90-es évekig, konkrétan melyik, semmit nem tudtunk.
és gyakorlatilag még mai napig sem tudunk semmit ezekről a dolgokról. Tehát, hogy annyi sok olyan új felfedezés történt, ami alapvetően megkérdezi azt, hogy akkor most mi a helyzet, milyen irányba menjünk tovább, hogy ez részben ez a bizonytalanság is van a dolog mögött. Hogy meg hát részben tehát a Positivity Projectnek, ugye említettem azt a tiszteleteket a fizikusnak, hogy tényleg következetesek, bizonyítom, ezeket nagyon szeretem, mert ugye kiállnak, és azt mondják, hát ezek filozófiai kérdések, ez nem az ő dolguk. Az ő dolga az, hogy itt van ez a konkrét probléma, itt van ez a kísérlet, és akkor meg fogja vizsgálni, és meg fogja nekünk mondani, hogy akkor pozitív vagy negatív a végkimenet. Aztán majd a filozófusok, meg a teológusok majd levonnak ebből filozófiai, meg ilyen jellegű következtetéseket, ki a maga hitének, meggyőződésének megfelelően. És bizonyos értelemben ez a fajta mentalitás szerintem kezd terjedni a természettudósok között, csak ugye az a baj ezzel, hogy közben mégiscsak a tudomány a manapság maradt az egyetlen olyan intézmény, amelyben a széles néptömegek megbíznak. Tehát nagyon komoly értékválság van, nagyon komoly bizalmi válság van az intézményekben, de hogyha megkérdezzük az embereket felmérésekben, hogy mely intézményben bíznak meg, még pozitív értelemben, tehát minden máshol, amennyire megbíznak, azok már mind negatív eredmények, tehát 50% alatt szoktak lenni. A akadémia szokott 50% fölötti eredményt kapni. Tehát, hogy valójában emellett megvan az elvárás a tudománnyal szemben, az érdeklődő emberek között, hogy szeretnének, ha mástól nem, hogyha már nem hiszünk igazából abból, hogy a templomból megkapjuk a választ, ha már nem hiszünk abból, hogy a jósnőtől megkapjuk a választ, ha ténylegesen kialakult az a fajta, és ez egy, tehát a felvilágosodásnak ez egy nagyon sikeres projektje volt, hogy elérte azt, hogy a tudomány vált a legmegbízott, az az intézmény, amely leginkább megbízunk, akkor lehet tudománytól várnánk, hogy válaszoljon azokra az alapvető filozófiai kérdésre. Ez a baj, hogy filozófiai kérdésekre szeretnénk választ kapni. A normáinkra szeretnénk, hogy hogyan éljük az életenket, erre szeretnénk választ kapni, márpedig ezekre a kérdésekre az a fajta természettudományos módszertannal, ami uralkodó a természettudományban, nem nagyon lehet válaszolni, és ráadásul egyre kevésbé hisznek már maguk a tudósok, természettudósok is akár, hogy ezekre a kérdésekre ők ténylegesen tudnának válaszolni. Ami csak még inkább a nihil felé, tehát a semmi felé sodor bennünket, hogy igazából nem vagyunk már semmiben sem biztosak, hanem nagyon szkeptikusok vagyunk, cinikusok vagyunk, agnosztikusak vagyunk, miközben ez nem egy normális állapot. Ez nem egy jó állapot. Igen. Jó. Nem baj, mert fontos volt, amit elmondtál az értékválságról is, és arról, hogy mi lenne a feladata a tudománynak e tekintetben. És szerintem jól le is kerekítette azt a kérdést, hogy ja, miért. Galley, miért vonzó? Hogy miért vonzó? A miért vonzó azzal a fizikalizmus? Igen, igen, igen. Igen, tehát hogy tehát ez is az Einstein zsenialitásának az a kulcsa, hogy ne felejtjük el, tehát amikor Einstein a speciális relativitás elméletet kidolgozza, ő nem tudós, okay? Hanem valami hivatalban dolgozik napi 8 órában, egyszerűen azért, mert nem kap tudós állást. Tehát a tudományos közvélekedésnek az a véleménye róla, hogy ő nem alkalmas arra, hogy egy tudományos pályán dolgozzon. Tehát egyik zsenialitás az innen, és tehát ott dolgozik a ilyen valamilyen szabadalmi hivatal, vagy nem tudom, hol dolgozik, és így igazából a magán idejében tudóskodik, de nem tudós a szó igazi értelmében. És a tudósok többségi véleménye az abszolút ellentétes azzal, amifelé majd a gondolkodását Einstein viszi. Tehát biztosítom, ez az Einstein egyik zsenialitása, hogy képes megmenteni a Galilei-féle relativitását. Ugye ezt hívja így Einstein, most a részletekben nem menjünk bele, de a dolognak a lényege, hogy a általános relativitás elmélet is, ami a fundamentuma a mai modern fizikának, hogy ugye a fizikusok ugye megkülönböztetik a klasszikus fizikát, és akkor a modernitásnak a fizikáját ők klasszikus fizikának hívják, és a posztmodernnek a fizikáját hívják modern fizikának. Tehát, hogy és én személy szerint én Einstein párti vagyok, nem pedig kvantumnak a párti, tehát ugye ott van egy ellentét a fundamentális fizikában, kvantummechanika is, és leginkább a fizikusok között az a törekvés, hogy Einstein-t igazítsák a kvantummechanikához, én inkább abba hiszek, hogy a kvantummechanikát kéne Einsteinhez. Nagyon mindegy, szóval én szeretem Einsteint. És ugye az Einsteinnek a általános relativitás elméletnek is valójában egy filozófiai meglátás. Tehát, ha elolvassuk figyelmesen a Einsteint, akkor látni fogjuk, hogy a kulcsmomentumok, amikor ő érvel Newtonnal szemben, érvel a saját álláspontja szemben, azok a filozófiai természetűek.
Tehát, hogy, és már pedig az a fajta filozófiai meglátás, amivel Einstein rendelkezik, az igazából Galének a kijavítása. Tehát, hogy valójában az történik, most nagyon leegyszerűsít a dolgot, hogy Galé a saját relativitás elvének ad egy sajátságos, praktikus értelmezést, leszűkíti a hatókörét, és nem pedig egy filozófiai értelmezését akarja adni, amellyel a valóság egészére, mint olyanra adjon egy teljes magyarázatot. Ezt biztos értelme megérthetjük. Tehát egyszerűen fogalmazok, igazából Galileinek elméletileg minden a rendelkezésére állt már ahhoz, hogy megfogalmazza az általános relativitás elméletnek is a filozófiai fundamentumát. Okay? Nem kellett új felfedezést tenni empirikus értelemben. Einstein sem tesz valójában, mert a gondolatmenetének ez a fajta mélye, ez valójában filozófiai természetű. Korrigálja azt, ahol Galilei máshogy gondolkodott, és direkt nem mondom, hogy rosszul vagy jól, hanem azt akarom kihangsúlyozni, hogy máshogy. Az, hogy Galilei miért nem jut arra az eredményre, amire aztán majd 250 évvel később Einstein jut, az részben Galileinek a választása. Megérthetjük, tehát teljesen, hogy van egy olyan szituációban, amelyben ő megint, ne felejtjük el, nem a Galilei a hivatalos tudós. Jó? Tehát amikor a Galilei hozza a maga újfajta felfedezéseit, és bizonyos értelemben, pozitív értelemben egy nagyon jó új vágányra helyezi a tudományt, akkor Galilei ugyanolyan kirekesztett, mint Einstein a maga kis szabadidő hivatalában. Valójában, ez lehet, hogy most nagyon furán fog hangozni, de azok az intézményes tudósok, akik még papírjuk van róla, és intézményekben tudóskodnak, azok az inkvizitorok voltak, nem Galilei. Jó? Ezért is hatalmas hős Galilei, hogy a korabeli tudománynak a többségi álláspontjával, intézményeset álláspontjával szemben képes kiharcolni azt, és ezért hős és zseni. Egy új irányba terelje a dolgokat. De hogyha ezekről a történetekről mi azt gondoljuk, hogy az intézményes tudomány győzelme volt, és hogy valójában mindenki azt gondolta, és csak ők voltak az elsők, akik rájöttek, ez ennél sajnos nem lennének igazi hősök. Na, szóval mit akarok mondani? Ha a Galileinek az a fajta hozzáállása volt, hogy éppen azért, mivel ez egy szinte lehetetlen vállalkozás, elvégben lehetőséges volt, hogy a lényegét már ő maga megfogalmazza a realitás elméletnek, de a gyakorlatban ez valójában nem állt az ő lehetőségei között. Tehát az egy túlzás lenne ezt elvárni, azért mondom, hogy ez csak egy teoretikus lehetőség. És nem is ezt választja, hanem mert benne van egy kisebbségi vitaszituációban. Őt az érdekli, hogy egyetlen elfogadtassa egy széles közönséggel azt a fajta újfajta gondolkodásmódot. És bizonyos értelemben mondom, abszolút igazon. Akkor is igaza van Galileinek, ha bizonyos értelemben például elveti a Keplernek az ellipszis pályáit. Ugye tudjuk, hogy ez egy súlyos tévedése volt Galileinek, de például ezt elveti, mert az ő gondolkodásába ez különböző okokból például már nem fért bele. És ezért azt mondja, hogy ez a Kepler-féle elképzelés az ellipszis pályákról, ez tarthatatlan, ez nem jó. Szóval számtalan olyan pontot lehet mondani, és nyilván erről egy Kutrovácz Gábor biztos órákat tudna beszélni nekünk, hogy Galilei hol téved, konkrétan mi utólag hol gondoljuk azt. De nem ez a lényeg. Ugye Galilei szituációja teljesen más. Győznie kell egy vitában. Egy újfajta gondolkodást kell érvényesíteni, ami bizonyos értelemben iszonyatosan sikeres lett, és rengeteget köszönhetünk neki. De közben ráterelte egy olyan fajta praktikus vágányra is a tudományt, amelyben a filozófiai kérdések sútba lettek dobva. Mert ez akkor Galilei számára megoldhatatlannak tűnt, meg különösen úgy érzem, hogy Galileinek volt egy ilyen affinitása, hogy legyünk praktikusak, és oldjuk meg ezeket a konkrét problémákat, tereljük kísérleti irányba a fizikát, de ne feledjük el, hogy ebben az időben, még egyszer, a dualizmus egy többségi álláspont. Mindenki számára nyilvánvaló az, hogy az emberi léleknek a kérdései, az erkölcs kérdései, az alapvető társadalmi kérdések, azok nem vizsgálhatóak ezzel a természettudományos módszertannal. Mivel dualizmus van, ezért azt gondoljuk, hogy az emberi lélek kérdései, azok a teológiára tartoznak, azok a filozófiára tartoznak, vagy a korban kialakuló dékártiánus, kartéziánus szellemtudományra tartoznak. És élesen szétválasztották egymástól ezt a fajta praktikus, az anyag kérdéseit vizsgáló Galilei-féle természettudományt, mitől? Minden mástól, teológiától, filozófiától, szellemtudománytól. Jó? Tehát nem is volt ez célkitűzés, hogy a természettudomány alkalmas legyen teológiai, filozófiai, erkölcsi kérdéseknek a megválaszolására.
Tehát itt történik egy Igen, olyan fajta. bocsánat, csak ide hadd csatoljam be azt, amit egy ponton írtál, és ami szerinted a legnagyobb kritikája a fizikalizmusnak, vagy a legnagyobb probléma a materializmussal kapcsolatban, az az, szó szerint idézek, hogy a materializmusnak igen súlyos negatív következményei vannak az ember szellemi, társadalmi és erkölcsi életére nézve. És akkor ugye mint ami a legnagyobb probléma is, ami miatt negatívan viszonyulnak a legtöbben a materializmushoz. Pontosan ezek, amikre most is utaltál, mik ezek a negatív következmények és ezek a nagy hatalmas problémák a szellemi, társadalmi és erkölcsi élet kapcsán, ha a fizikalizmust tartjuk? Ez pontosan így kapcsolódik. Tehát, hogy ott ez lett volna a konklúzió annak, Igen. amit mondani szerettem volna, tehát olvasol a gondolataimban. Tehát, Hát hogy csak a követtem probléma a ott gondolatot. kezdődött, igen, a probléma ott kezdődött, amikor ezt a specifikusan, kizárólagosan a mechanisztikus folyamatok megismerésére, az anyag megismerésére kitalált módszert, ami erre zseniálisnak bizonyult. Iszatosan sokat köszönhetünk, és nem lehet túlhangsúlyozni, hogy mennyit köszönhetünk Galileinek ebben a tekintetben. De amikor elfelejtjük azt, és persze a materialisták azok, akik ezt elfelejtik, hogy ez a módszertan, ez a természettudományos módszertan nem arra lett kitalálva, hogy válaszoljunk az élet nagy kérdéseire. És most ez ott az élet nagy kérdése alatt valójában azokat a kérdéseket értem, mert hogy valljuk be, az emberek túlnyomó többségét nem az érdekli, hogy mi a helyzet a Higgs bozonnal, meg mi a helyzet a fel vagy a lekvarkkal, hanem az érdekli, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, hová tartok, mi a helyes, van-e Isten, ha van Isten, az mit jelent, ha nincs Isten, az mit jelent. Ezek azok az alapvető filozófiai kérdések, amelyek valójában, és egyáltalán mi a valóság, mint olyan? Hogyha fejlődő valóságban élünk, ez a valóság hova tart? Ezek azok a kérdések, amelyek bennünket érdekelnek. Tehát az alapvető probléma, tehát ez a mély, nagyon szűk értelmezett filozófiai, vagy hát inkább akkor ezt már nevezhetjük tudományos problémának is, az abból ered, hogy kialakult a materialista meggyőződésnek köszönhetően az a fajta 20. századi tudományos hagyomány, hogy mindent alapvetően ezzel a Galilei féle módszert annal próbálnánk megmagyarázni, és ez valójában lehetetlen. Tehát ez Galileit megkérdeztük volna, ő is megmondta volna. Newton, főleg a Newton megkérdezzük, én szerintem, hogy Newtonban jobban bízok, mint Galileiben, na ő aztán tuti idejött volna, és megmondta volna nekünk, hogy te jó ég, ezeket a jaj, de rosszul csináljuk. Tehát, hogy nagyon hangosan a mai fizikusok túlnyomó többségéről nagyon negatív véleményt alakítanak ki a nagy Newton, hogyha itt most megjelenne, mert ő ténylegesen egy igazi következetes dualistával állunk szemben. Tehát ő megmondaná azt, hogy hát, ezek a fizikai módszereket az ember titkainak a kifürkészésére a Bibliát kell használni, nem a természettudományos módszert. Az a természet titkainak a kifürkészésére határozottan ezt az álláspontot képviselni. Ez nem lehet kérdéses, hogyha olvastuk Newtont és ismerjük a newtoni életművet. Nem úgy, mint tankönyvből, hanem úgy, hogy ténylegesen ismerjük. Tehát, hogy ez az alapvető probléma, hogy a természettudósok például néha azt nehezen értik meg, hogy amikor ezt a fajta módszertant elkezdték alkalmazni, ugye ez a fajta természettudományos módszertan nyilván változatokban, de a lényegét tekintve, ugye átkerül a társadalomtudományokba. Ugye úgy jönnek létre egyáltalán August Comte programjának, amit megemlítettünk, és ez a lényege. Tehát, hogy bontsuk le a hagyományos filozófiai, metafizikai szellemtudományokat, teológiát, meg filozófiát, mert az a múlt, és mindenre használjuk a Galilei-féle módszertant. Ugye ez a projekt alapvetően. És így jönnek létre az új, modern társadalomtudományok. Tehát, amikor a mai fizikusoknak a módszertanát elkezdték használni már 20. századjától, antropológiával kezdve, tehát, hogy nem normatívak vagyunk, most nagyon egyszerűsítve, hanem deskriptívan elkezdünk adott, nem filozofálunk, hanem mint a természettudósunk, vizsgálgatunk, terepre megyünk, adatokat gyűjtünk, és utána az adatoknak a analitikus elemzéséből vonunk le következtetéseket. Ugyanúgy nem azt fogjuk elhinni, hogy mit mond ma egy fizikus a fizikáról, hogy mi volt 500 éve a fizika, hanem mi magunk elmegyünk a levéltárba, elmegyünk a könyvtárba. Fölcsapjuk Newtont, elolvassuk Newtonnak az írásait alkímiáról, mágiáról. Több ilyen munkát írt, mint hagyományos fizikai munkát. Ugye ezt ma már eléggé bevett, és tudható de ezt megint nem engem kell kérdezni, nem ennek vagyok a szakértője. De ezek a társadalomtudományokban, hát ez common knowledge, ahogy az angol mondaná. Tehát ezt mindenki tudja. Tehát, hogyha elkezdtük ezt a módszert átültetni a társadalomtudományba, és utána elkezdtük ezt alkalmazni a természettudományra,
Akkor a természettudósoknak a módszeréből az fog kiderülni, hogy az, amiben a természettudósok hisznek, tehát a fizikalista materializmus, az megalapozatlan. A saját módszerükkel győzik le őket a relativista materialisták. És jelenleg a természettudósok nem is értik. Ez például a tudományos igazság így bomlik le. Ugye ezért lesz ez relativista materializmus, mert ilyentől kezdve igazság sincsen, ami ezért egy természettudósnak általában, hanem csak nem az igazi következetes pozitivista, aki ténylegesen ezt be is vallja, és azt mondja, hogy csak az a valós, ami kijön az eredmény, kijön a kísérletemből, és ténylegesen én a valóságra vonatkozó igaz és hamis állításra nem tudok menteni, de ez a természettudósok többsége nem így gondolkodik. A természettudósok nagyon helyesen azért továbbra is hisz abban, hogy a tudomány az igazságot kutatja. Na, és akkor ha a természettudományos módszert a társadalomtudományba átültetve elkezdjük alkalmazni, mint igazi, konkrét, korrekt tudósként, galileános tudósként a természettudományra, na akkor jön ki az az eredmény, hogy a természettudomány valami nem az, mint aminek a természettudósok gondolják, és hogy valójában a tudományos igazság sincs, hanem valójában olyan inkommenzelvel és összeférhetetlen paradigmák, ugye Kuhn biztos volt már ezen a csatornáról szó, követik egymást, amelyek teljesen más dolgot állítanak a valóságról, fizikáról, tudományos módszertanról, és ha valamit követ, és hogy ezt látjuk, hogy ma mondunk valamit, 200 éve mondtunk valamit, 500 éve mondtunk valamit, és ezek teljesen összeegyezhetetlen mások, pont hogy annyira más, mint mondjuk a Azande törzsnek a vérmágiája más, mint a, mit tudom én, az Anthony Fauci féle laborkutatás a vakcinák után. Okay? Ugyanennyire más. Egy valamit tudhatunk csak, hogyha ezek a paradigmák így követik egymást, hogy majd jönni fog egy újabb paradigma, és abban ugyanúgy teljesen mást fognak mondani arról, hogy mi az igaz, mint amit ma mondunk arról, hogy mi az igaz. Tehát az egyedüli megalapozott álláspont az, hogy nincs igazság, ergo a mai természettudósok se tudják valójában mi az, ez csak az ő aktuális, a konkrét intézményeknek, a konkrét korszellemnek megfelelő aktuális hitük valójában, és valójában semmi fajta tudás nincs. Tehát, hogy Orosz László szavaival élve, amikor ő arról beszél, hogy a társadalomtudomány, vagy arról beszél, hogy a természettudomány az tudás, a vallás meg hit, akkor úgy, ahogy van figyelemen kívül hagyja, a tudománynak a szakértőit, akik azt mondják ma, hogy a természettudomány is ugyanúgy hit, mint amennyire a vallás hit. Viszont ez ebből, a súlyos nagy konfliktus. Igen, igen, viszont ezek a konfliktusok a tudomány, filozófia, tudósok, filozófusok közt és egymás közt jobbról, balról lemecselve zajlanak. És nagyon fontosak, mert az, amit elmondtál, az fogja vissza és hajtja előre egyszerre az emberi gondolkodást, megismeri a tudományt, a filozófiát. És ennek a fényében láthatjuk meg a valóságot. De mégis te azt írtad, hogy ennek nem csak a filozófia és a tudomány területére nézve vannak nagyon komoly következményei, hanem társadalmi és egyéni, erkölcsi és szellemi területekre vetítve is. Mondjuk egy egyén számára, egy egyén és a társadalom erkölcsi életére nézve ennek milyen következményei vannak? Ezt ugye mindannyian láthatjuk. Tehát, hogy megnézzük. És bocsánat, itt konkrétan ugye itt a fizikalizmusra és ennek a következményeire vonatkoztatva mondtad ezt, csak hogy igen, tehát mindenki lássa. Tehát így fogalmazva, tehát ez az, amit sokszor ugye a természettudósok még nem látnak át. Ugye, de ez tényleg ki is kell tudnunk lépni a természettudományos gondolkodásba, ezt tényleg értjük és látjuk, hogy ugyanabból a módszerből a társadalomtudósok kezében hogy válik hirtelen a tudomány is egyszerű hitté. Méghozzá relatív hitté. Jó, tehát a dolognak ugye itt az a lényege, hogy ennek a módszernek nincs tovább. Tehát, hogy innen már nincs tovább lépés. Tehát ahova a társadalom tudományokban eljutottunk, és eljutottunk oda, hogy nincs igazság sem, csak vélekedések vannak. Tehát innen nem lehet már tovább menni. Részben nyilván persze azért is, mert hogy valójában van igazság. Valójában az emberek túlnyomó többsége igazából hisz abban, hogy van igazság. És ez sokszor magnál tudósoknál is így működik. Tehát máshogy fogalmazva. Tehát, hogyha nem hiszünk abban, hogy lennének normák, igaz normák, akkor nem lehet semmifajta működőképes közösséget felépíteni. És ezt bizonyos értelemben egy relativista is el fogja ismerni. Tehát egy igazi következő relativista. Mert ez csak azt fogja mondani, hogy ezek egyáltalán nem igazok, ezek csak aktuális konvenciók is, hogy miért ez van, hát mert csak ez van. Na most egy evolúció szemléletben ez nyilván nem így lesz. És hát nekem egy evolúció szemlélet. Nyilván tehát egy emergentista szemlélet ebben a szempontból most ez ugyanazt jelenti.
ugyanúgy egy dualista szemléletében is, ahol van egy Isten, aki alapvetően ad egy olyan keretet, ami megadja, hogy hol lesznek a normák, mik lesznek az értékek. A probléma az, hogy én ugyan egyetértek abban tökéletesen a materialistákkal, hogy nincs Isten, mert én sem vagyok dualista. A probléma az lesz, hogy a materializmus ilyen értem egy negatív tézise a dualizmusnak. Valójában nem mondja meg azt pozitív értelemben, és ezért ez a relativista materializmus ennek a fejlődésének a végáspontja. És ez nem, nincs hol tovább fejlődni, ma már a tudományt is ilyen értelemben szétanalizáltuk, és megalapítottuk, hogy nincs igazság. Tehát, hogy a probléma az, és ez érződik az egész társadalmunkon az elmúlt 100 évben, és egyre inkább érezhető is, hogy ugye mert semmiben nagyon hiszünk. Na, de erre mindjárt visszatérve. Tehát a dolog lényege, amit szerettem volna mondani, az, hogy de ez valójában az emberi természetnek teljes egészében ellen megy. A gyakorlatban sem működőképes. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a materialisták valójában, akik következetesen materialisták a katedrán, az gyakorlatilag valódi életben hogyan viselkednek, akkor valójában igazából dualistaként viselkednek. De éppen azért, mert a materializmus nekik sem. Tehát hiába a katedrán tudósként ők, hiába nagyon következetes materialisták, ez semmit nem fog nekik arra mondva mondani, hogy az életben hogyan viselkedjenek, milyen elveket kövessenek, az emberi kapcsolataikat hogyan alakítsák. Ezekre a kérdésekre, maga Richard Dawkins is, lehet, hogy mindig nagyon csúnyákat mond a kereszténységről, és lehet, hogy azt gondolja, hogy a kereszténységből csupa rossz és negatívum fakad. Ezeket ő teoretikusan mindig elmondja. És egy nagyon határozatos, következetes, konzisztens ateista, materialistaként csinálja a tudományt. Oké? Okay? De a hétköznapi életben egy rettenetesen kedves ember, aki valójában az emberi érintkezésekben ugyanazokat a hagyományos keresztény erkölcsiséget követi, mint bárki más. Oké? Okay? Tehát, hogy a kultúrában, a tudományban, hagyj fejezem be a gondot, ez fontos, tudom, nehéz. Uralkodóvá vált a materialista szemléletmód. Valójában a tudósok is hétköznapi emberként alapvetően továbbra is a régi keresztény erkölcsiséget követik. Akik meg nem, ugye? Tehát nyilván tudunk olyan filozófust mondani, aki ténylegesen azokat az eszméket átültette a gyakorlatba. Tehát volt egy az eszét tekintve egy hihetetlen éles látású, tehát ilyen szempontból őt olvasgatva én azt gondolom, hogy egy ugyanolyan zseniről beszélünk bizonyos értelemben, mint amilyen zseni volt Galilei vagy Einstein, egy dialektikus materialistára gondolok, akit Vladimir Iljics Leninnek hívtak. Olyan meglátásai vannak filozófiai értelemben, meg tudományos értelemben Leninnek, amelyek engem néha lenyűgöznek. Hát ő egy következetesen megpróbálta átütetni a dialektikus materializmust a gyakorlatban. Tudjuk, hogy hány 10 millió halott lett, és micsoda szörnyű terrorista diktatúra lett a végeredmény a dolognak. És egyszerűen pont azért, mert hogy nincsenek valódi, normatív értelemben meghatározó értékek a materializmusban. Ez az, amit a materializmus nem tud nekünk megadni. Ez az alapvető probléma. És hogy ha kérdésed második felére, akkor a válasz az, hogy ha megnézzük a statisztikákat, amióta egyre inkább követjük az életmódunkban, a gondolkodásunkban a materialista vált, legalábbis elmedben materialistává vált tudományt, az emberek depresszió szintje milyen szinten megnövekedett, a nihil, tehát az hogy nem látunk már célt az életünkben, az, hogy a nyugati társadalmak gyakorlatilag egyre inkább öngyűlővé válnak, és olyan elképzeléseket fogalmaznak meg, hogy mi vagyunk a világok legrosszabbika, miközben valójában mi vagyunk azok, akik olyan szintű hát vagyont, anyagi értelemben is vagyont biztosítottunk minden más kulturális civilizáció számára, pontosan Galileinek és a követőinek köszönhetően, ami páratlan a világ történelmében. Tehát, hogy ezek jól mutatják, meg hát nyilván a demográfiai válság, amit manapság most már mindenhol elmondanak. Tehát, hogy olyan szintű, mert nem hiszünk a jövőben. Tehát, ha nem hiszünk a jövőben, akkor nyilván miért vállaljunk gyerekeket? A gyerek maga a jövő. Miért is, hogyha valójában már ebben sem hiszünk? Vagy nézzük meg a popkultúránkat, hogy milyen filmekkel vannak tele a mozik. Nem olyan filmekkel vannak tele a mozik, amelyek gyönyörű, mint még Star Trek, ilyen gyönyörű, szép jövőt festenek elénk, hanem zombi apokalipszis, meg ilyen apokalipszis, meg olyan vírus, meg olyan szörnyűség. És ez alapvetően annak az eredménye, hogy ez az újfajta filozófia, hiába volt uralkodóvá, nem tudott válaszokat adni az élet
áll nagy kérdése, és főleg a minket érintő, tehát az erkölcsi, társadalmi kérdésekre, hogy akkor egyetlen most honnan jövünk, kik vagyunk, mik legyenek a céljaink. Bocsánat, hogy ezt ilyen hosszúzultam, nem, de nem baj, és igen, szépen lekerekítetted, de erre mondhatná azt az ateista, materialista, és amíg ezt a választ felhozom, arra kérek, egy picit hajtsd lejjebb a laptopodat, hogy feljebb kerülj a képben, tökéletes, köszönöm, lecsúsztál, hogy hát a jövő... Lehet, hogy nem azért... kiemelkedés, hanem leemelkedés. Lecsúszás. Nem, hogy azért vállalok gyereket, nem azért vállalok gyereket, mert a jövőképem olyan zseniális lenne, vagy nem azért viselkedem úgy, mint egy... mint ami a keresztény erkölcsből egyébként következne, ahogy attól függően, attól függetlenül, hogy én materialista, ateista vagyok, mert hogy nem tudom, nekem valami biztosít egy pozitívabb jövőt, vagy nem azért, mert én bármennyire is hinnék Istenben, vagy a kereszténységben, hanem pusztán materialista alapon, ugye jön a monokauzális válasz, az evolúció az, ami hajt engem arra, hogy nem materialista, ne következetes materialistaként viselkedjek, bár ez is következetes materializmus, hogyha az evolúció hajt engem arra, hogy mondjuk a társadalomban úgy éljek, hogy nem tudom, ne akasszam fel magam az első fára, vagy ne öljem meg a szomszédom, mert úgy sincs jövő. És egyszerűen ez a mechanizmus, ez a materialista evolucionista mechanizmus, ami hajt engem, az alapja annak, hogy én gyereket vállalok, hogy én erkölcsösen viselkedem, és nincs itt semmi látnivaló, ez egy következetes materialista rendszer. Miért nem mondhatná ezt valaki, aki az evolúciót és az evolúció mechanizmusait teszi meg mindennek az alapjának? Materialistaként. Ezt lehet mondani, ugye ezt lehet mondani, de a tények nem ezt mutatják. Ugye én pont arról próbáltam beszélni, hogy és nyilván ezt is mondjuk. Ja? Tehát nyilván tudósok, hogyha ezt így kérdés így megfogalmazok, akkor ilyen válaszokat fognak adni a, most mint a fizikalista, materialista tudósokra a gondolok. Tehát a gyakorlat, hogy miért nem követik az emberek őket? Miért nem követik az emberek őket? Azért, mert nem hiszik el azt, amit hallanak. Ha elhinnék azt az emberek, amit hallanak, akkor úgy tennének. Tehát, hogy itt ne úgy gondoljuk, tehát akkor a társadalom, mint olyanról beszélünk, itt ne úgy gondoljuk el, hogy akkor Józsi néni elgondolkodik azon, hogy ő ezt mondja, megvitatjuk a nagy filozófusokkal, meg tudósokkal a kérdést. Nem. Ilyen értelme tényleg igaz, hogy itt egy korszellemről van szó. A kultúrában benne van az, hogy az elit mit gondol. És hogyha az elitnek van egyfajta attitűdje, van egyfajta hozzáállása a kérdésekre, meg egy bizonyos válaszai, az bizony meg fog jelenni egy nagyon kézzelfogható valóságként, már pedig nagyon kézzelfogható valóság, az nem egy olyan fajta társadalmat fest elénk a 21. század elején, mint amely hinne a jövőben. És mint aki elhinné, hogyha ilyen pozitívan akarunk materialista alapon érvelni. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, amit te mondasz, az pedig ugye az, hogy ha engem kérdeznek, akkor nyilván a materialisták nem hisznek az evolúcióban. Nem is hihetnek az evolúcióban. És ezt, ha hallgatunk figyelmesen, itt a YouTube-ban is, hogyha körbenézzünk, rákeresünk különböző biológusokra, amikor erről beszélnek, ez az egyik első dolog, amit ki fognak hangsúlyozni, hogy nincs fejlődés. Ezt el kell mondani. Ezt a tudományos korrektség megköveteli, hogy elmondják, hogy az a kép, amelyben úgy gondolkodunk, ugye ez a régi kép, hogy volt egy ilyen primitívebb élőlény, aztán egy fejlettebb élőlény, aztán egy nagyon szőrös csimpánz, majd aztán kicsit még görbember, hogy ez nem, ez egy téves, tudományos, régi, már meghaladott elképzelés. Ezt mindig kihangsúlyozzák. Hogy az evolúció az nem egy ilyen fejlődés valahonnan, valami felé, és azt is mindig ki fogják hangsúlyozni, tehát az evolúciónak nincs célja. Ezt is mindig ki fogják hangsúlyozni. Tehát, hogy ez jó, és ezek, amikor ezt értjük, hogy ezek a dolgok mit jelentenek, ezek azt jelentik, hogy bár beszélnek az evolúcióról, valójában nem hisznek benne, mert mint tudósok nem hihetnek benne. Ennek a legmélyebb filozófia oka nagyon egyszerű. Ha csak anyag van, az egész valóság nem más, mint az anyag, akkor abból nem fog létrejönni az élet, ami egy normatív értelemben, egy lényegét tekintve, egy új, egy más dolog. Hiszen akkor csak anyag van. Ez a legalapvetőbb tudományos oka, vagy filozófia oka annak, hogy ebben a materialisták valójában nem hisznek. Itt ne haragudj, Dániel, hadd vágjak egy pauzát, mert hogy egy picit, mert amiről elkezdtél beszélni, az már tovább visz minket az emergentizmus alapjaihoz, és az emergentizmus is a filozófia kapcsolatához, és szeretném, hogyha ezt az ugrást, vagy ezt a lépést, ezt látnák, értenék azok is, akik néznek bennünket, és hadd hozzak tőled két
két idézetet, amivel talán ez világosabbá válik, és bevezetődik ez a téma, és ehhez kapcsolódóan akkor lenne néhány kérdésem is. Tehát ugye ugye behoztad az evolúciót, és azt onnan indulnék ki, amit a beszélgetésünk elején mondtál, és ugye az emergentizmus kapcsán kiemeltél, és ezt is írod a cikkedben, hogy amit téged az emergentista oldalra visz a fizikalizmussal szemben, és amivel a materializmus nem tud számolni, hogy miért vannak alapvetően más tapasztalataink az emberi szellemről, szabad akaratról, mint az anyagról, ha valójában nincs semmi más, csak az anyag. Ugye ez a példád volt korábban, hogyha kőhöz beszélek, akkor azt érzem, és belül tapasztalom, hogy más egy kőhöz beszélni, mint egy emberhez. Ez nagyon ősi tapasztalatunk. És tulajdonképpen... Filozófiát megelőző tapasztalatunk. Igen, ez egy olyan tapasztalat, ami tulajdonképpen szemben megy az egész materialista felfogással. De... mégis ugye a materialisták konkrétan nagyon sokszor az evolúció alapján próbálják meg, és úgy jutottunk ide is most, amit te mondtál, pár perc ezelőtt, hogy az evolúcióból próbálják meg a saját álláspontjukat megerősíteni, megtámogatni, miközben ugye te egy olyan erős állítást tettél, hogy a tulajdonképpen materialista alapon az evolúció elképzelhetetlen, és vagy nem koherens, és nem... Nem is így képzelzik el. Tehát és nem is így a biológiában, mert ez a koncepció megszületett, ez nem is egy materialista elképzelés volt. 100 éven keresztül nem is az volt, tehát nem Darwinnal. Tehát ez a magyarázat annak, hogyha YouTube-on rákattintunk videókra, miért Darwinnal kezdik? Azért, mert Darwin lesz az, aki egy olyan mechanikus, tehát a materialista világképpel összeilleszkedő magyarázat talál elő, amiről lehet beszélni materialista nézőpontból, ezért kezdődik az evolúciós gondolat Darwinnal a materialista interpretációban, miközben az 100 évvel azt megelőzi, csak az nem egy materialista elképzelés volt, hanem hát úgy hívjuk, hogy vitalizmus, ugye a latin élet vita szóból, és az egyáltalán nem materializmus volt. De erre már nem nagyon emlékszünk, mert ugye az uralkodó szemléletmódnak ez nem elfogadható. Igen, ahhoz hogy szerintem tisztán megértsük magát az emergentizmust, és hogy hol áll ezen a skálán, ahhoz kicsit kell majd beszélni arról, hogy mi a vitalizmus, mik azok a mechanisztikus folyamatok, és miért a kettő közt áll az emergentizmus, ugyanúgy, ahogyan a dualista és fizikalista evolúciós megközelítés közt is áll az emergentizmus. De még egy idézetet ezelőtt hadd hozzak be tőled, ami még szorosabban kapcsolódik ahhoz, amit most elmondtál, és ehhez kapcsolódóan lenne egy fontos kérdésem a fejlődéssel, az élettel és az anyaggal kapcsolatban. Ugye te azt mondod, hogy azt írod pontosabban, hogy nekem az a személyes tapasztalatom, hogy a nyugati világban az emberek többsége ma már hisz az evolúcióban. És a legtöbbször úgy képzelik el a folyamatot, mint valami lényegi dolgot, amelynek az eredményeképp valami eredendően új jön létre az őslevesből. Ehhez hasonlóan nem csak komplex anyagi rendszerek változásaként képzelik el, hanem valódi fejlődésként. És emellett jellemzően azt hiszik, hogy az, amit hisznek, az azzal azonos, amit ma a materialista természettudomány állít. De biztosan így van ez? Teszed fel a kérdést, és ugye később megválaszolod, hogy ez nincs így. Na de miért nem lehetne azt mondani, hogy hogy azt állítottad, hogy materialista alapon az élet kialakulását, hogy magát az életet nem lehet megmagyarázni? De miért nem húzhatunk meg egy határt, és mondhatjuk azt, hogy van az anyagnak egy egyszerű elrendezése, vagy egy A-típusú elrendezése, és van egy mondjuk tegyük fel komplexebb, vagy B-típusú elrendezése, és az A-típusú elrendezésű anyagok a nem élők, a B-típusú elrendezésű anyagok pedig az élő anyagok, és ehhez nem kell kilépnem a materialista kereteken kívül, és miért nem mondhatnám azt, hogy ez valami eredendően új, amit én életnek nevezek, hiszen új, teljesen másabb, mint amilyen korábban volt, nem volt még ilyen korábban, mondjuk csak A-típusú elrendezés volt, tehát élettelen világ és univerzum. Majd létrejött a B-típusú, de szintén kizárólag anyagi elrendeződés, ami viszont az élet. Ezt lehet mondani, nyilván egy materialista ezt fogja mondani. Csak nem lesz igaz. Nyilván, hogyha nem materialista nézőpontból beszélünk. Tehát itt megint arról beszél, tehát itt megint tudom azt tudom mondani, hogy mindenki gondolja végig, hogy ő valójában miben hisz, hogy ő valójában mit gondol. Tehát nyilván, hogyha materialisták vagyunk, annak az előfeltétel az, hogy azt gondoljuk, hogy lehetséges az, hogy attól, mert néhány elektron, néhány az nyilván sokat jelent, meg néhány proton összerendezik egy specifikus konfigurációba, attól meg tud jelenni olyan dolog, amit életnek nevezünk, meg tud jelenni egy olyan dolog, amit léleknek nevezünk, amit gondolkodásnak nevezünk.
ahhoz, hogy ezt el tudjuk hinni, hogy ez etten lehetséges, már eleve materialista pozícióra kell helyezkednünk. Ugyanis, hogyha nem vagyunk materialisták, akkor triviálisnak fogjuk gondolni, nem, triviálisnak fogjuk nem csak gondolni, ez nem egy jó kifejezés. Meg lesz, az a meggyőződésünk lesz, megkérdezhetetlen meggyőződésünk lesz, hogy ez lehetetlen egyszerűen. Jó? Tehát ha nem vagyunk eleve materialisták, akkor ezt nem tudhatjuk ezt gondolni. Tehát, hogy igazából ez, amit itt most tőlem idéztél, ez az a régi tudásérvnek egy naív, paksiféle megfogalmazás, egy egyszerű paksiféle megfogalmazás. Tehát ez a legfontosabb érv, ami miatt a dualisták, mint filozófiai érv, ami miatt a dualisták, és ami miatt a 20. század elejéig a filozófusok túlnyomó többsége komolytalan állt. Szeretném kihangsúlyozni. Komolytalan, vitára sem képes álláspontnak tekintette a materializmust. Mert triviálisnak tekintették azt a természetes tapasztalatunkat, hogy nekem bizony van tudatossága. Hogy én nem csak elektronokat látok, az azt jelenti, hogy igazából senki nem lát elektronokat, mert az elektronok igazából emberi érzékszerekkel nem megtapasztaltok. Tehát valami, amit én látok, az például egy szín. Okay? Vagy például az, amit én érzékelek, az mondjuk egy hőmérséklet. Oké? Okay? Tehát, hogy és ezek olyan fajta tapasztalatok, amelyek csak a tudat teszik lehetővé, hogy ilyen dolgok legyek. Mert ugye valójában a hő az micsoda? Ő nem más, mint a kis molekuláknak a mozgása, átlagos mozgási energiája, mint azt tudjuk néhány nagyszerű kiváló tudósnak. Tehát, hogyha nem lenne tudat, akkor hő sem lenne. Okay? Mert senki nem tapasztalná. Akkor nem lennének csak a kis molekulák. Tehát, hogy az állítás az az, hogyha megértjük azt, és egyébként ez van itt nagyon sokszor, ezért mondom, hogy ez hitkérdés, mert hogyha nem vagyunk, tehát érzem a materialisták, ezt nem tudják megérteni, hogy miért van az, hogy ez az egyszerű dolog, ez teljes egészében egy dualistát, vagy egy emergentistát meggyőz arról, hogy a materializmus ez egy lehetetlen, igazából egy lehet, mert erről van szó, meg lehet nagyon, tehát én is volt olyan cikk, ezt nagyon analitikusan megfogalmaztam ezt az érvet, de a lényeg a következő, tehát hogy olyan fajta tapasztalataink vannak, olyan fajta fenomenális, hogy szokták ezt mondani, tehát átfogó tapasztalataink vannak a dolgokról, tudatos tapasztalataink vannak a dolgokról, amik minőségileg különböznek az atomoknak a tulajdonságaitól, és az atomoknak a mechanikus viselkedésétől. És hogyha nem vagyunk materialisták más okból, akkor kizárt, hogy lehetségesnek tartsuk azt, hogy ezekből a pusztán mechanikus folyamatokból, pusztán anyagi komplex kapcsolódásokból létrejönnek ezek a minőségbeli, átfogó, fenomenális különbségek, amelyeket tudatként tapasztalunk meg, szabad akaratként tapasztalunk meg. Tehát innentől kezdve megint mindenkit arra tudok biztatni, hogy próbálja megérteni, hogy valójában mi az, amit a materialisták mondanak, és próbálja megérteni azt, hogy valójában ő valójában miben hisz. Mert ugye mi fog következni abból, ha ténylegesen, konzisztensen, következetesen vesszük azt, amit a materialisták mondanak, az lesz, hogy persze a hő esetében mi elfogadjuk azt, hogy a materialistáknak igaza van. Azért használtam ezt a példát. Igen, a hő esetében nincs ott egy külön szellem. A hő, mint jelenség, az én tudatomnak köszönhetően lesz hő, és nem pusztán a részecskék mozgási energia, de ott ténylegesen semmi duális vagy emergens nincsen. Jó? Tehát ez nem igaz, hogy minden jelenség emergens vagy duális lenne. Természetesen vannak tisztán anyagi jelenségek. Alapvetően a gázrészecskék mozgása és abból fakadó hőérzetünk az alapvetően egy tisztán materiális jelenség. Magyarul a hő az csak a mi szubjektív benyomásunk. Okay? Most képzeljük el azt, hogy ugyanezt az állítást megfogalmazzuk a másik emberre. Hogy a másik embernek a gondolatai. Azok pont ugyanolyan, ugyanúgy, ahogy az én szubjektív benyomásom, mint a hőérzet. Ami valójában nincs, mert csak a gázrészecskék objektívan, exaktul leírható fizikai mozgása van valójában. Hogy valójában a te érzéseid, a te gondolataid, a te szabadságod, hogy megválasztod a helyeset meg a jót, ezek pont ugyanolyan illuzorikusak, mint amilyen a hőérzet. Ezt egyáltalán el tudjuk képzelni? Szerintem, ha nem vagyunk materialisták, szerintem világos rá a válasz. A nehezebb kérdés viszont az, mert ha még materialisták vagyunk, és ezt el is tudjuk képzelni, hogy akkor hogyan fogunk megszervezni úgy egy életet, hogy valójában illúzió minden gondolat és tapasztalat, abban az értelemben, hogy például az illúzió, hogy a Föld is ugye mozdatlan áll lábunkat, ezt tapasztaljuk, ez egy illúzórikus tapasztalat. Igaz, hogy ez egy illúzórikus tapasztalat. Ténylegesen ugyanez lenne a helyzet, a minden esetben, mert ha a materialistáknak igazuk van, akkor minden fenomenális, átfogó, személyes tapasztalatunkkal ugyan ez a helyzet.
Én személy szerint azt gondolom, erről szólt az idézetem, hogy az emberek többsége nem ebben hisz. Az emberek többsége abban hisz, hogy igenis az ő személyes tapasztalatai, amikor ő eldönti, hogy hogyan cselekedjen, hogy elmenjen moziba, vagy elmenjen vizsgát írni, ha egy hallgatóról van szó, vagy hogyha elmegy moziba, melyik filmet nézzen, úgy éljük ezt meg, hogy ezek ténylegesen a mi választásunk, itt nem valami fajta materiális, komplex, illuzórikus eseményekről van szó, szakkifejezéssel epifenoménekről, hanem valódi, létező döntésekről van szó. Ezt így éli meg az emberek túlnyomó többsége. Tehát, hogy én azért vagyok bizonyos értelemben emergentista, mert azt gondolom, hogy igazából az emberek többsége valójában egy ilyen, ma már ebben hisz az evolúcióban. Hisz valójában abban, hogy egy kozmikus fejlődési folyamatnak a részei vagyunk. És csak azzal nincs teljesen tisztában, hogy a uralkodó materialista filozófia egy olyan értelmezést ad a tudománynak, amelyben valójában nem ezt gondoljuk hivatalosan. Ugye ezzel is nagyon vigyázni kell, még egy dolgot ezt hozzáteszek, hogy az is egy nagyon általános jelenség, ilyen szempontból is, hogy a tudósok lehet, hogy a katedrán, mint az biológusok, akik rendszeresen elmondják ezeket a kijelentéseket. Tehát, hogy itt valójában csak változásról, meg természetszelekcióról van szó, és ugyanúgy, ahogy egy szúnyog a természetszelekció mechanizmusának köszönhetően alkalmazkodik az aktuális környezethez, az ember is alkalmazkodik a természet, pont ugyanolyan folyamat révén, pont ugyan egy materiális környezethez alkalmazkodunk, közben itt teljesen besötétedik itt körülöttem, próbálok fényt csinálni, az, tehát miért is lennénk fejlettebbek, mint egy szúnyog, ugye? A relativista materializmus nézőpontjából pedig ugye ennek lesz egy még egy nagy következménye, és a relativista materializmus értelmezése, az evolúciós gondolat az eleve politikailag nem lesz korrekt sem. De ez megint egy bonyolult történet. Na, szóval mi a dolognak a lényege? A dolognak az a lényege, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy valójában az emberek többsége egy ilyen emergentista vízióban hisz, és ténylegesen azt hiszi, hogy a világ valamilyen fejlődő. Hogy mi ténylegesen az evolúció gyermekei vagyunk, csak nincs azzal teljesen tisztában, hogy a természettudományban hivatalosan nem ezt mondjuk, mert egy materialista keretértelmezésű. De egyébként a tudósok, ha lejönnek a katedráról, akkor ők is egyszerűen hirtelen hétköznapi emberek lesznek. Tehát, hogy valójában a katedrán kívül meg igazából hisznek a fejlődő univerzumban, mert ott hirtelen elkezdenek hétköznapi emberként. Ez a materializmus egyik nagy sajátossága, hogy a katedrán ez tüneményes egy jelenség. Tehát, hogy a katedrán, amit határozottan állítunk, mert az az elméleti keret, amelyben beszélnünk kell, az olajában igazából a mi saját katedrán túli hétköznapi viselkedésünkkel, életünkkel és meggyőződésünkkel is ellentétben van. Néha olyan erősen, hogy a materialista tudósként műveljük a tudományt a katedrán, aztán lejövünk, és megyünk templomba imádkozni. Tehát nem csak, hogy emergentista módon, hanem hatalmas dualista módon, ami egy még éresebb kontraszt. Uh-huh. Ez azért jó, amit most elmondtál, mert tulajdonképpen összefoglalta mindazt, amit egyébként felszerettem volna tenni kérdésként, tehát a... Sejtett. Igen, mert láttad az adásmenetet előre, igen. Igen. Tehát ugye, mert maga a test, lélek, szellem kérdése kapcsán, ugye beszéltük, ezzel kezdtük az emergentizmusról, mint ami a fizikalizmus és a dualizmus közti köztes álláspont. Ugye a fizikalizmus azt mondja, hogy csak anyag van, a dualista az Istentől kapott halhatatlan lélek, emergentista pedig egy fejlődő univerzumban, világegyetemben kialakult egyszer az anyagból az élet, és egy anyagtalan, nem mondom most már, szubstanciál, egy anyagtalan tudat, illetve anyagtalan lélek. Na, de most beszéltél arról, hogy evolúciós szempontból miért probléma és miért tarthatatlan a materialista evolúciós felfogás, ami nem is létezhet, nem létezik. Viszont, és ez ha én jól értem és jól tudom, ezek azok a pontosabban a materialista evolúciós felfogás az, ami a mechanisztikus folyamatok kizárólagosságát tartja. De ezzel szemben említettél valamit, amire kértem, hogy majd térjünk vissza, ez a vitalizmus és ami közt, ugye, mert a vitalizmus és a mechanisztikus evolúció közt helyezkedik el az emergentizmus. Azt most már tudjuk, hogy mi az a materiális evolúció,
vagy mechanisztikus evolúció, az emergens evolúcióról is beszéltél, viszont ha egy mondatban el tudnád mondani, hogy mi az a vitalizmus, ami viszont a skála másik oldala volt, ugye a korábbi évszázadokban, amit már meghaladott a tudomány, akkor azt talán még teljesebbé tenni ezt a képet, mert hogy emellett pedig folyamatosan beszéltél arról, hogy mi számodra a legerősebb indok az emergentizmus mellett, mind evolúciós, mind filozófiai szempontból. Tehát már csak a vitalizmusra térjünk még ki, és aztán kíváncsi lennék, hogy szerinted majd ezek után mik a legerősebb ellenérvek szerinted az emergentizmussal szemben, ha vannak ilyenek. Ugye a vitalizmus az egy olyan elképzelés volt, amely egy bizonyos értelemben dualista. De azt látnunk kell, hogy egy természettudomány területén vagyunk. Ugye 1700-es években bontakozik ez ki. Amikor jönnek különböző érdekes leletek, amelyeket elkezdünk értelmezni. Persze ez is mindig ilyen nem egyszerű dolog, mert hogy most találunk egy 2 kilométer magasan kagylóknak, tengeri kagylóknak a ős maradványait. Ugye? Hát ezt simán lehet úgy értelmezni, hogy hapsz, bizonyíték az özönvízre. Mekkora özönvíz volt, 2 kilométer magasig mindent elöntött. Tehát, hogy találunk valamit, az, hogy az a konkrét dolog, úgymond tény, az hogyan értelmeződik, az attól fog függni, hogy eleve milyen filozófiai értelmezési keretben értelmezzük azt a tényt. Nyilván én nem azt fogom gondolni, hogy az özönvizet támasztotta alá ezt a kagyló, de a korban rengetegen így érveltek. Komoly tudósok is, dualista tudósok is természetesen. No, szóval a vitalizmus, tehát itt a természettudomány területén vagyunk, hogy arra van egy régi tapasztalatunk szintén, hogy az élő jelenségek azok alapvetően másmilyenek, mint az élettelen jelenségek. Ugye? Ha egy kőbe belerugunk, nem fog brekegni. Meg nem fog megharapni bennünket és ugatni. Tehát, hogy van egy alapvető természetes tapasztalatunk arról, hogy az élő jelenségek, meg az élettelen jelenségek alapvetően másmilyenek. És ezt a középkorban így is gondolták. Tehát, hogy a középkorban annak ellenére, hogy az ember a Isten képmása, de egyben a természet része is. És pont Arisztotelésznek köszönhetően az élet késő középkorban is egy hierarchikus elképzelés volt, amelyben lényegi különbséget tettünk az élet, meg az élettelen, meg az ember között. Most a modernitásban ez megváltozik. Ugye? És a modern dualizmusban egy éles határvonalon kiemeljük az embert a természetből. És ez alapvetően Descartes-nak köszönhető, az ő tanításainak. És ténylegesen kialakul az az elképzelés, hogy az élet, meg az élettelen az ugyanolyan. Méghozzá nem a élettelent igazítottuk az élő természethez, tehát nem az élő természetről alkotott tapasztalatainkhoz igazítottuk az élettelen természetről meglévő tapasztalatainkat, hanem fordítva. Ebből azt a feltételezést vontuk le, hogy az új Galilei-féle a tudomány, ami mechanikus, innentől kezdve ezt fogja vizsgálni az élő természetet is. Tehát azt gondoltuk, hogy a biológia nem más, mint alkalmazott fizika. Most nagyon leegyszerűsítve a dolgot. De ez csak az elméleti elképzelés volt. A gyakorlatban ez sosem működött, a mai nap sem működik. Aminek az lett az eredménye, hogy amikor a modern biológia elkezd kialakulni, nem is egy mechanikus biológia lesz, és nem is a Galilei-féle szemléletmódot és módszert fogja követni, hanem abból az alapvető filozófiai feltétel, egy specifikus dualizmus, mert nem az emberi szellemről beszél, tehát nem arról beszél, hogy van a természet, élő és élettelen, ami anyagi, meg van a másik, az emberi a szellem, filozófia, teológia, szellemtudományok, ami egy teljesen más kategória, hanem a természettudományt választja ketté, és mondja azt, hogy van az élettelen természet, az mechanikus, azzal foglalkozik a Galilei-féle természettudomány, meg van ez az újfajta élettudomány, és akkor Jean-Baptiste Lamarck, lehet, ha jól tudom, a biológia elnevezés is, aki egy talán a legnevesebb a vitalista volt a korban, 1700-es évek, 1800-es évekről beszélünk, fordulóról. Tehát úgy gondolták, hogy az élőanyag alapvetően más. Ugye használják is, aki élőanyag. És akkor beszélnek olyasmiről, hogy itt van egy vitális szubstancia, vagy valami vitális erő, ami az élő anyagot képessé teszi a fejlődésre. Ugye? Meg arra, hogy brekegje, meg ugasson. És úgy képzelték el az evolúciós folyamatot, mint hogy az egy ilyen alapvetően egy mint hogy a dualizmusban, hogy van egy létezési hierarchia, ami ugye a semmitől eljutunk magáig Istenig. Vagy az anyagtól, mert abban a korban az anyag meg a semmi az ugyanaz. Tehát, hogy eljutunk az anyagtól, a semmitől egészen a magáig Istenig, van egy nagyon világos hierarchia, ugyanígy élet is egy ehhez hasonló fejlődésen megy keresztül, amelynek nagyon világos, egyértelmű stádiumai vannak. És hogy a fajok
azok ebben a dualisztikus értelemben adottak. Tehát ez azt jelenti, hogy a zsiráf is mindig is zsiráf volt, csak egy fejlődésen ment keresztül. Ugye ebből jön az ha a biológusok még valamit tudnak Lamarckról, akkor azt szokták tudni, hogy a szerzett tulajdonságok öröklődnek, mert ez még a mai természettudomány felől is értelmezhető állítása a vitalizmusnak, mert nem filozófiai állítás. Tehát, hogy ténylegesen úgy képzelték el, hogy van valami nem materiális dolog, ami az élet természetet áthatja, és ez egy nagyon világos, hierarchikus fejlődésen viszi keresztül magát az életet. És nyilván ebbe az elképzelésbe nem fér bele a természetes szelekció elképzelése, meg nem fér bele a közös származásnak az elképzelése. Tehát ez egy ma már ténylegesen megdőlt olyanfajta filozófiai elképzelés volt. Viszont ugye ami egy előnye ennek az elképzelésnek, annak ellenére, hogy tévesnek bizonyult, hogy ez ténylegesen egy fejlődésről beszél. És azt állítja, hogy egy lényegi módon alakul ki valami új, és az is egy lényegi fejlődésen megy keresztül, és ugye az ember is, ha része ennek a természeti fejlődésnek, mert fogalmaztak meg különböző korabeli szerzők aztán ilyen elképzeléseket, ilyen evolúciós elképzeléseket, csak úgy képzelték el az emberi társadalom fejlődését is, hogy az is újabb stádiumai ennek a fejlődésnek. Amiben az emergentista elképzelés ettől különbözik, az, hogy az emergentista elképzelés az már posztdarwiniánus, tehát az abszolút összhangban van a darwini elképzeléssel, tehát a természetszelekciót egy emergentista elképzelés ugyanúgy az alapvető mechanizmusának gondoljuk, pont azért, mert ugye az emergenciában nem arról van szó, hogy van egy vitális szubstancia, hanem arról van szó valójában, hogy van egy nagyon specifikus viszony a különböző létezés szintek között. Igazából ez az emergencia, hogy ez létrejön, kiemelkedik, és ezáltal ez a specifikus viszony az megteremtődik. Ez a kapcsolat az. Tehát, hogy, és ebből fakadóan a mechanikus folyamatok az anyag esetében azok ugyanúgy megmaradnak, csak kontrollá kerülnek. Olyanfajta új emergens elvek, normák jönnek létre, amelyek innentől kezdve a mechanikus folyamatoknak, amik önmagukban céltalanok, ezt is jelenti, a mechanikus vagy önmagában céltalan, azoknak mégis célt adnak. De nem úgy, ahogy mindig a biológusok kihangsúlyozzák, hogy nincs cél, mert ők mire gondolnak, amikor célt értenek rajta, hát valami vitális célt adnak, vagy magát Istent értik. Itt nem erről van szó. Az emergentista elképzelésben mindenkinek saját magának kell megtalálnia a saját célját. Nincs meg az a szerencsénk, hogy Isten előre nekünk megmondta, hogy mi a cél és mi a norma. Okay? Hanem mi magunknak kell tudnunk megtalálnunk a saját céljunkat. Nyilván nem a semmiből kezdünk, hiszen voltak őseink, van örökségünk, amit felhasználhatunk, de minden generáció új, minden szint új. Ez a Merci gondolatának is a lényege. Éppen azért sosem, amik korábban voltak normák, azok tökéletesen már sosem lesznek jó a következő generáció esetében is. Ezért is próbálom mindig kihangsúlyozni, mert az emergencia gondolatával tökéletesen összevág az, hogy mindenkinek saját magának a saját felelőssége az, hogy eldöntse ezeket a kérdéseket, az életének a legalapvetőbb kérdéseit, mert sajnos ez a nagy nehézsége. Tehát most így fogalmazok, hogy sajnos nincs Isten, de ebbe az értelemben tényleg sajnos, mert sokkal nehezebb dolgunk van így. Hogy nincs valaki, aki előre megmondaná nekünk, hogy mi is a cél, ami merre nekünk kell mennünk, hanem bizonyos értelemben a vakon tapogatózunk. Igen, jó, ez is lett volna következő kérdésem, hogy hogyan beilleszthető-e az emergentizmus akár egy teista világképbe, de ezzel megadtad a választ, szerintem legalábbis, ahogy én látom, hogy a maga az emergentizmus gondolata nem egyeztető össze egy teremtő, az életnek célt adó Isten létével, tehát agnosztikus vagy ateista vonalon lehet képviselni. Azért sem, mert ugye adott esetben tagadja a halhatatlan lélek létét, az Isten képviseljünket, és maga az evolúciós képes sem olyan, ami egy teista evolúcióban mondjuk beleférne. Igen, tehát hogy ezért az elején ezért hangsúlyoztam ki, hogy bár én személy szerint ugye a kereszténységre abszolút pozitívan nézek, nem úgy, mint Richard Dawkins. Tehát, hogyha nincs kereszténység, nincs keresztény hagyomány, akkor nincsenek azok a tudományos eredmények sem, amelyeket egy nagy hívő keresztény Isaac Newtonnak, vagy egy kevésbé hívő Galileinek köszönhetünk. Tehát, hogy ha igaz az evolúció, tehát ez megint egy materialista elképzelés, ez a francia felvágás materializmusának az elképzelése alapvetően, hogy úgy gondolkodunk, hogy lehet egy nagy tabula rasát húzni, és hogy ami előttünk volt, hogy innen jön a sötét középkor koncepciója. Hogy ezt ugye kitalálják, ez nem igaz. Ez egy a francia felvilágosodásnak egy materialista értelmezése, hogy ami előttünk volt,
az mind rossz volt, az mind, azt meg kell haladni, a semmi, abból semmi nem jó, hanem mindent újra kell építeni. Ha igaz, az evolúció, ez lehetetlen gondolat. Ja, az evolúció az mindig a már meglévőre építkezik. És ugyanannyira, amennyire a kulturális evolúció, nyilván az evolúció kulturális szintjéről beszélünk, nek része a tudomány, ugyanannyira része a vallás is. A vallás is az embernek egy sajátos ön megismerése. A vallási intézmények is nagyon fontos szerepet töltöttek be, és részben még a mai napig is töltenek be, csak ugye, tehát ha, most nem szeretek ilyet mondani, mert mégiscsak ez egy ilyen kicsit nagyképűen is hangozhat, egy ateista részéről, de hogy a kereszténységnek ma az a legnagyobb problémája, hogy és ez ilyen értelemben a kereszténység ilyen kihívás előtt még soha nem állt, még akkor sem, amikor a római időkben a oroszlánok elé vetették őket, bár ez egy nagyon általános jelenség volt, mert a rómaiak nagyon toleránsak voltak vallásiak, de ez nyilván előfordultak ilyenek is. Tehát, hogy ez, de akkor is, amikor az oroszlánok elé vetették őket, akkor is tudták, hogy ott áll mellettük Isten, és az igazság. És most a kereszténységnek az a nagy baja, hogy arra ébred rá, hogy nincs Isten. És ez a legnagyobb válság a kereszténység történetében, hogy mit kezdjünk ezzel a szituációval, hogy igazából, hogy mi, a nyugati kereszténység, mert nem hiszünk Istenben. Hogyan menthető meg azok az értékek, azok az alapvető fontos értékek, amelyeket a kereszténységnek köszönhetően, úgy, hogy közben nem tartható már a kereszténység legfundamentálisabb fogalma, elképzelése. Ez egy olyan kihívás, amelynél nagyobb kihívásat, ha engem kérdezze a kereszténységet, még nem érte, és nyilván én nyilván azt gondolom, az én válaszom, ha engem kérdezel, akkor az olyan lesz, hogy nyilván egy ateista fordulat vár a kereszténységre, mert különben a kereszténység végképp el fog veszni. Igen, hadd illeszek be ide egy gondolatot, és legyen ez itt a reklámhelye, most jelent meg William Lane Craig könyve magyarul az Értelmes Hit címmel, a Reasonable Faith, és Craig egy olyan álláspontot képvisel, ami szerint még menthető, hogy a tette szavaid a lényeg a kereszténység és a keresztény felfogás és teizmus. A kereszténység még menthető, meg a de te is a kereszténység, mert te ugye egy ateista kereszténységet vizionálsz a jövőre nézve, de ugye Craig amellett érve, hogy sem természettudományos, sem filozófiai okai nincsenek temetni. Isten, ez csak egy ellenpólus azzal szemben, amit mondtál, tehát nem akarom azt mondani, hogy mivel ez megjelent és mivel ez van, ezért Craignek igaza van, de minden esetre, hogyha igazad van, nyugodtan akkor... mondhatod. De azt is mondom, hogy ha igazad van, akkor viszont a te nézőpontodból nézve, már sokszor fogalmaztál így, mondhatjuk azt, hogy igen, ezek azok a kérdések, amiket a keresztényeknek el kell gondolkodniuk. Ha meg nincs igazad, akkor mások a kérdéseink, de természetesen egy ateista miért mondhatna mást, mint hogy itt most már egy ilyen pólus váltás zajlik, és a kereszténységnek is ateistává kell. Volt már ehhez hasonló pólus váltás a kereszténységben, tehát hogy ne gondoljuk azt, hogy ez lehetetlen, mert ilyen elképzelhetetlen, hát konkrétan ilyen már történt a kereszténység életében. Vagy hát most kicsit tágabban értem, tehát most, főleg, hogyha nem csak a kereszténységre gondolsz, hanem az előzményekre is, tehát a zsidóságra is, és a zsidóságot érted azt, hogy ugye a zsidóság eredendően egy pontosan olyan közel-keleti nép volt, mint bármelyik másik. Tehát az, hogy a zsidóság különlegessé vált, az annak a köszönhető, hogy olyan szellemi erőfeszítéseket tettek, aminek eredményeképpen olyan gondolatokat tudtak megfogalmazni, amelyek a jövőbe vezettek. Nyilván ez volt a fennmaradásoknak is a kulcsa. Tehát, hogyha ilyenben a kulturális evolúciós nézőpontból nézed ezt az egészet, akkor valójában ilyen jellegű változások már bekövetkeztek, és az én egyik kedvencem ugye a gnosztikus kereszténység, ami nagyon népszerű volt például a második évszázadban, aki ugye abban gondolkodott, hogy van az Ószövetségnek a gonosz teremtő istene, meg van az Újszövetségnek a jó megváltó istene. Hát azért ez egy radikálisan más álláspont volt, keresztény álláspont, és egy bizonyos korban, ugye a második század környékén, talán még azt is mondhatjuk így a történelmi ismeretünkből, talán a többségi álláspont volt a keresztények között. Ezt azért nem mondanám, de ott ezt volt. Már óvatosan mondom, de hogy nagyon népszerű volt, ez biztos, hogy igaz, és hát ez azért alapvetően más álláspont, mint a teista álláspont, nem nagyon más, szóval érted. Hát persze. Jó, akkor... Nézzük meg azt, hogy szerinted mi az emergentizmussal szemben mi lehet a legerősebb érv, illetve mi a kihívás az emergentizmus rendszerével kapcsolatban. Ha van ilyen egyáltalán. Hagyományt teremteni, az a legnehezebb feladat. Tehát, hogy
Ez a kicsiknek, az újaknak a nehézsége. Tehát, hogyha mondok egy példát. Tehát, amikor a Samuel Alexander megfogalmazza konzisztensen, ugye, mert szoktunk hivatkozni mert néhány korábbi szerzőre is, akik hasonlókat megfogalmaznak, de hogy ezek csak ilyen visszavetítések, vagy nagyon kezdetekes előzmények. Tehát ez alapvetően az emergentizmus Samuel Alexander. Persze ebben is most, aki nagyon szakértő lenne, egyből mondaná azt, hogy ott volt egy Lloyd Morgan, aki igazából már Alexander előtt komoly nézeteket megfogalmazott. De az, aki ezt tényleg egy nagy rendszerben ezt megalapozta, és írt egy munkát, egy 900 oldalas, szörnyű, metafizikai, 900 oldal töménytelen metafizikai munkát arról, hogy mi is lenne ez az új filozófiai álláspont, hogy vele is mi történt? Hát az történt, hogy a követői is már nehezen tudtak mit kezdeni ezzel az iszonyatosan nagy, új, komplex rendszerrel, megpróbálták leegyszerűsíteni, megpróbálták a kor pozitivista szellemiségének mellett más fogalmakkal érthetőbbé tenni, aminek az eredménye már egy jelentős eltorzulást lett. Például megkoptuk ennek köszönhetően a szupervenéencia fogalmát, ami emergentistáknak köszönhető. Tehát, hogy már maga igazából a hagyományteremtés már a kezdetek kezdetén nem sikerült. Ráadásul az időpont, amikor ugye Alexander ezt kidolgozza, az egy nagyon szerencsétlen időpont, hiszen bár egy új gondolat megszületéséhez az nyugodt időszakokra van szükség, hiszen amikor jön az első világháború, jön a marxizmus, a Szovjetunió, jön a nemzetszocializmus, jön a gazdasági világválság, a második világháború, jönnek ezek a borzalmak, ezek nem azok az időszakok, amikor a termékeny új gondolatokra mással foglalkoznak az emberek. Tehát, hogy eleve maga a szituáció, amelyben ez a megfogalmazás megtörténik, nem éppen volt finoman szóval alkalmas. Tehát sok-sok olyan oka volt annak, ami miatt ez gyorsan feledésben merült, és részben mondom, ebben a korai emergentista szerzők is nagyon-nagyon komolyan ludasak. Tehát, hogy a legnehezebb feladat az, hogyha van egy új gondolat, hogy az konzisztensen megfogalmazni, és nem csak egy 900 oldalas angol száz szörnyű metafizikai munkában, amit én tökre megértek, hogy senki nem olvas el, mert hogy tényleg egy kínszenvedés. Én, aki nagyon sokra tartom, én magam ezt őszintén bevallom, ezért az egyik mostani projektem azt, hogy egy 200 oldalas könyvet írjak, amiben semmi más nincs, csak ténylegesen lehető legközérthetőbben legyen benne az, hogy igazából Alexander elképzelése micsoda. A jövő évi munkámnak ez a fő két célkitűzése. Mert ilyen nélkül nyilván nem lehet közérthetően tenni. Tehát, hogy ezt kell tudnunk megpróbálnunk, hogy ezt az egészt nagyon bonyolultuk. Mert minden, ami új, az mi, tehát mint Galileinek, vagy Einsteinnek is, akik valami nagyon új szemletmódot akarnak érvényesíteni ők ugye a természettudomány területén, ezzel a legnehezebb akadállyal kell megküzdenie, hogy közérthető formában is elérhetővé tegye ezt a gondolatot. Mindeközben persze az uralkodó intézmények részül meg nagyon komoly kihívások fogják érni. Igen, mint ahogy Galileit is érték, meg Einsteint is érték, bárki, aki nagy fába vágja a fejszét, annak ezt kell, de ezt aki egy olyan harcot vív, ami ugye az én értelmezésemben egy vesztes háborúnak a küzdelme, az is pontosan tudja azt, hogy ez egy milyen nehéz harc. Tehát legalább ilyen nehéz. És mert ez a kihívás az emergentizmussal szemben, és az emergentizmus előtt, az emergentisták előtt, és mik az ellenérvek, amiket te a legerősebbnek tartasz az emergentizmussal kapcsolatban? Hogy ne beszéljek a saját házam ellen? Tehát, hogy ez legyen a másik jó feladat, hogy ellenérveket fogalmaz meg. Meg én ezt nehezen is tudom megítélni. Tehát, hogy nyilván én ebbe hiszek, azt gondolom, hogy egy fejlődő univerzumban élünk, az én munkám ez, tehát én nem a negatívumokat keresem. Az igen, tehát arról tényleg tudok beszélni, hogy mi az, ami nehézség, mi az, ami nehéz, megfogalmazni. Az alexandri metafizikának a lefordítása egyszerűen, hát ez valami iszonyatosan nehéz feladat. Most ez áll az én fókuszomba. A másik a közérthetővé tétel. Ezeket én tudom, hogy milyen nehéz feladatok, és ezekkel nagyon küszködök, de hogy nem fogalmazok meg érveket az emergentizmussal szemben, nem ez az én feladatom, ez legyen mások feladata. Uh-huh. Meg épp ezzel nem is tudom megítélni, tehát hogy mások mit találnak igazából meggyőzőnek az emergentizmussal szemben. Ez nehéz így megítélni. Akkor egy utolsó kérdésem lenne.
Mert az ellenérvek között lenne ennek szerintem a helye, de most a beszélgetés közben fogalmazódott meg bennem, és most felveszem a materialista köpenyt megint, és azt mondom, Tudom, már hogy próbálkoztál vele néhányszor. igen, de nem is baj, nem is baj, hogy ha létezne valami, ami nem anyagi a világunkban, és visszautalok arra, amikor azt mondtad, hogy a természettudományoknak nem célja, a természettudósoknak nem feladata, és az eszköztáruk is lehetetlenné teszi azt, hogy ezt vizsgálják, megfigyeljék, kimutassák, stb. 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 Amivel én abszolút egyetértek egyébként, tehát én is szoktam hangsúlyozni, hogy a tudósok sose fogják a kémcsövekben megtalálni Istent, még ha akarnák sem, tudnák, mert egyszerűen teljesen más területre Meg a lelket tartozik, sem. meg a lelket sem. Tehát nem kell Istent sem mondani. De szokott. De még csak azokat a biológiai elveket sem fogják megtalálni, amelyeket a különböző élőlények követnek. Ezért is mondtad, ugye, hogy a materialista biológia tulajdonképpen nem tartható, de Gyakorlatban nem. jön erre általában a replika, miszerint nem, bár nem tudjuk megfigyelni meg ezekkel az eszközökkel kimutatni magát az anyagtalan, most nevezzük így szubstanciát, de ha kölcsönhatásba lépne az anyaggal, akkor azt ki tudnánk mutatni, és így ugye Dawkins is érveli, és akkor ez tulajdonképpen tudományosan igazolható lenne, hogy van valamiféle nem anyagi létező is a világban, vagy az univerzumunkban. Na most, ha jól veszem ki a szavaidból, te nem tartod ezt jó érvnek, közben itt a Siri megszólalt az órámon valamiért, valamelyik fogalmat nagyon megszerette. Szóval, ha te nem tartod ezt az ellenérvet jónak, akkor mi lenne erre a te válaszod? Hiszen te azt mondod, hogy a tudomány nem vizsgálhatja ezt a kérdést, már pedig ők azt mondják, hogy de vizsgálhatja például a kölcsönhatásokat, és így ki tudja mutatni az anyagtalan létező létét is. Ugye itt ez a két dolog van, egy picit azért pontosítani kell a dolgot, mert ugye itt mindig, amikor tudomány nem vizsgálja, akkor mindig a materializmus értelmezéséről beszélünk a tudománynak, tehát az uralkodó értelmezéséről. Ugye mindig igyekszem kihangsúlyozni, hogy gyakorlatban a biológusok általában egyáltalán nem materialista mód cselekszenek. Tehát mit tudom, egy taxonómus, amikor bekategorizálja az oroszlánt, hogy ez az oroszlán, és hogy ez a példány az oroszlán, ebben az égvilágon semmi materialista nincs, sőt, maga az, amit csinál, az még nem is a galilei módszertan, hanem egy nagyon hagyományos, régi biológiai módszertan, ami a hétköznapi megismerésünkre épül. Tehát, hogy valójában, hogyha jobban megfigyeljük a speciális tudományokat, és akkor még nem is beszéltünk nyilván társadalomtudományokat, de az élettudományokban is pont ezt fogjuk találni. Tehát, ha jobban megfigyeljük azt, hogy konkrétan mit csinálnak a nem fizikusok, a nem kémikusok, ahol ténylegesen működik a Galilei-féle módszertan, azt fogjuk látni, hogy csomó mindent csinálnak, ami valójában egyáltalán nem felel meg ennek. Tehát, hogy magában a tudományban van számtalan példa erre. Egyébként meg hát azért nem jó érv a másik oldal a dolognak, pedig az, hogy hát minden pillanatban tapasztaljuk azt, hogy a elménk befolyásolja, tessék, a kezem szintén protonokból, elektronokból és neuronokból áll, mégis mozgatom, és én döntöm el, hogy hoz mozgattam. Ez egy tökéletes bizonyíték annak, hogy lehetséges az, hogy a lélek mozgassa az anyagot. Tökéletes bizonyítéka. De ez nyilván csak akkor lesz számodra tökéletes bizonyíték, hogyha elfogadod azt, hogy lehetséges másfajta módszertan a valóság megismerésére, mint a Galilei-féle módszertan, és hogy nem vagy elkötelezett materialista. Mert ha elkötelezett materialista vagy, akkor ezt nagyjából egy tudománytalan butaságnak fogod tartani, amit most mondtam. De ha nem vagy elkötelezett materialista, akkor ez egy triviális érv, ez a tapasztalatod, amellett, hogy ez lehetséges. És nyilván most mondhatnék ennél még inkább tudományosat, különböző biológiai jelenséges hasonló, de a lényeg mindig ugyanez lesz. Lényeg mindig ugyanaz lesz. Tehát, hogy például volt egy ilyen próbálkozásom, mert erre például büszke vagyok, ezt most azért mondom el, mert soha senkit nem érdekelt még, és senki még semmilyen észrevételt És nem most tett. kénytelenek lesznek meghallgatni. Hátha, igen. Tehát, Igen. hogy ez benne van a Personal Reality című munkámban, ott van benne igazából jól, már angol nyelven, de magyar nyelven is valamelyik emergencia kötetben ezzel próbálkozom, de az még messze nem olyan jól van ki. Inkább akkor már az Emergencia fogalma című könyvet, csak az meg nem elég részletes, de mindegy. Tehát azt tudom elmondani, hogy valójában a magáról a legalapvetőbb biológiai folyamatról, amire az egész evolúció épül, ez a replikáció. Hogy a replikációról valójában meg lehet mutatni azt, hogy ez nem anyagi folyamat.
Nyilván, hogyha elkötött matematista vagyunk, ez eleve nonsens kijelentés, de hogyha nem vagyunk azok, akkor azt gondolom, hogy az én érvelésem az egy eléggé jó és meggyőző érvelés amellett, hogy maga a legfundamentálisabb folyamat is az egy nem anyagi természete folyamat, amit replikációnak nevezünk. Tehát, hogyha valaki kíváncsi, ez eléggé komplikált és bonyolult, hogyha valaki kíváncsi erre, akkor az eme is a legvégén talán reklámozhatom ezt, hogyha valakit érdekel az, amit mondtam, hogy mit. Tehát, ha bárkit érdekel az, amiről mi most itt beszélgettünk, akkor a Emergencia gondolata című a könyvet tudom ajánlani. Ez egy viszonylag rövid magyar nyelvű munka, ugye ennek is az alapvető célja az volt, hogy azért szakmaian, de azért valamennyire mégis közérthetően, és ez a könyv közepére kevésbé igaz, de az 10 fejezet, az első 3 fejezet az azt gondolom egy érdeklődő számára nincsen annyira szakmaiság, meg nem annyira nehéz, hogy az követhető, meg ilyen az utolsó 3 fejezet is. És amit most mondok, az utolsó 3 fejezetben van, és részletesen ez a Personal Reality-ben van, amik 2 kötetes angol nyelvű munka, ott nagyon részletesen tehát 10-20-30 oldalban talán ez rendesen föl van vezve, és ki van fejtve. Az emelkedő gondot ez csak nagyon röviden van megfogalmazva. De hogy én is ezt gondolom, hogy de a biológusok is személy szerint azt gondolnám, hogy egy ilyen elmegy hozzáállással állnának hozzá, sokat nyerhetnének belőle. És azt gondolom, hogy ez lehetséges. Tehát, hogy én csapnivaló biológus vagyok, de azt gondolom, hogy pont azért csináltam ezt, hogy hát, ha egy-egy biológus, aki sokkal jobban ért a biológiához, mint én, ezzel a szemlélettel, ezzel a nem naturalista szemlélettel, nálam sokkal komolyabb eredményekre fog tudni az élettudományok területén, ezért ezeket példának szánom ilyenkor, hogy szerintem így is lehetne csinálni és értelmezni a tudományt. És ha jól tudom, az a könyv, amire utaltál, mai napig kapható a Libri-ben. A Talán ez... bárhol szerencsére az emergencia gondolta, igen. Igen. Csak most Bocsánat, én a nálam Libri-ben nincs futottam példány, bele. amivel meg tudjam mutatni, de De lehet igen. kapni. Igen. Emergencia gondolata, nagyon egyszerű. Bárhol meg lehet találni. Rendben, legyen ez a zárszó, vagy szeretnél összefoglalásként valamit üzenni azoknak, akik végignézték ezt a videót, és most ismerkedtek meg az emergencia gondolatával? Hát inkább neked szeretném mondani azt, hogy nagyon köszönöm ezt a lehetőséget és ezt a meghívást. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó beszélgetés volt, legalábbis én jól éreztem magamat a nézet különbségeink ellenére, bár most ugye mi nem egymással vitáztunk, úgyhogy nyilván ha vitáztunk volna, az egy kicsit más lett volna, de azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas és jó beszélgetés volt, amit szeretném tényleg, tehát hogy egy nagyon jól kérdeztél. És én azt gondolom, hogy és szeretném, hogy a mások is, akik ezt a műsort hallgassák és lássák, én azt gondolom, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy jól tudjuk egymást érteni, akkor is, hogyha alapvető kérdésekben nem értünk egyet. És azért ez nem mindig történik meg, és akkor most finoman fogalmaztam. A közönségnek pedig, aki ezt a rettenetesen hosszú beszélgetést végighallgatta, annak pedig szeretném megköszönni, és remélem, hogy kaptak valamit, és mindenkit megint csak arra biztatnék, hogy ne azt kövesse, amit a Paksi mond, ne azt kövesse, amit a Nagy mond, ne azt kövesse, amit a Dawkins mond, hanem szánja rá az időt, és próbálja ő maga, saját magában megtalálni és megkeresni, hogy ő valójában mit is gondol, miben is hisz. Mert akkor lesz annak olyan eredménye, ami tényleg nem csak filozofálgatás lesz, nem csak tudományos tézisek lesznek, hanem a ő maga számára, a saját élete számára is komoly útmutatást fog tudni adni. Köszönöm neked ezeket a gondolatokat, mert szinte teljes mértékben egyet tudok vele érteni, és nagyon örülök, hogy akár az enyémmel, akár a materialista, fizikalista, ateistákkal, gondolataival, illetve világnézetével ellentétes nézeteket is minél többen megismerünk és megismernek, és én emellett arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy ne féljen átgondolni ezeket az érveket, ellenérveket, megismerkedni más nézőponttal, és ne féljen tiszteletben tartani őket. Nekem ez a legnagyobb szívfájdalmam, hogy ma akár a magyar közéletben is, akár a laikusok közt, laikus vitákban, főleg az interneten azt látjuk, hogy el sem mernek gondolkodni, nem mernek gondolkodni a másik szemben, nem mernek eljátszani a gondolatot, hogy mi van akkor, ha másiknak van igaza. És hadd hozzam akkor így zárásképpen Hume-tól most olvasom újra
a beszélgetések a Természetes Vallásról című nagy klasszikusát, és abban van egy számomra nagyon kedves idézet, és szerintem ez tanulság lehet mindenki számára, és azt írja Hume, hogy észszerű emberek közt megengedhető a véleménykülönbség ott, ahol észszerűen okoskodva senki nem juthat határozott állásfoglalásra. Az ellentétes nézetek akkor is kellemes szórakozást nyújtanak, ha nem tudunk dönteni közöttük. És legyen ez És akkor kellemes sincs baj, szórakozás. hogyha döntünk. És akkor sincs baj, hogyha döntünk, de legyen ez számunkra egy ilyen, legyen ez szórakozás, és tekintsük intellektuális erejének azt, hogyha megismerjük a másik nézőpontját, és vegyük őket komolyan. Szóval köszönöm, Dániel, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad, és meghallgathattunk, és hát remélem, hogy még valamilyen formában találkozok, akár a nézeteid megvitatása kapcsán, akár ha valaki jelentkezik, akár biológusok közül, hogy szívesen válaszoljon azokra a felvetésekre, amiket most tettél, meglátjuk, hogy mit az a jövő, de esetre köszönöm szépen az időt és az energiádat. Én is köszönöm szépen. Rendben. És nektek is köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, akkor támogassatok bennünket, megtalálhatok minden infót erről a leírásban. Köszönöm a Patreon támogatóknak, köszönöm a SciDesign.hu-nak, és még egyszer köszönöm Dánielnek. Sziasztok!